Na hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai napon a Nord 2.2-es verzió mapon leszünk, és hát nagy valószínűség szerint ez egy jó nagy sílózás, meg hát amit csak tudunk, fogunk ma csinálni. Ugye múltkor újra kellett kezdeni, így ma jó pár dolog, amit még meg kell csinálnunk, hogy eljussunk oda, ahol múltkor voltunk. Egy csomó gyár még nincsen lerakva, meg gyümölcsösünk sincs, meg csomó minden nincsen. Elméletileg a 2.3-as verzió Nordban már lesz sörgyár, úgyhogy valamikor majd azt is meg fogjuk nézni, ha jutunk odáig, és kijön. A múltkorihoz képest, most így hirtelen nem is tudom, egy pár apróság beletrakva, ugye ez a bálatároló már bent volt, de jönnek-mennek a modok, úgyhogy az a helyzet, hogy folyamatosan változik a modpack részünkről, meg most a szerveren is történt annyi változás, hogy már elég sok volt a modunk, tehát ez a sok-sok épület, ugye mind az amerikai, mind az európai. Na szóval, kicsit rendet kell tenni csak. Na szóval volt egy, ez a sok-sok mod, emiatt meg kellett emelni a szerveren a tároló kapacitást, úgyhogy hogy most már kicsit több mod elfér a szerón, meg ugye több map is van, mert a Seasons is fönt van, ugye fönt van a Nord, múltkor játszottunk a Fentonon, meg még ott van a PV, úgyhogy ezek mind sokat foglalnak. Szóval volt egy ilyen kis változtatás, muszáj volt, mert tényleg nagyon-nagyon sok modunk van, de nem baj, most így akkor még több fog elférni. Ja, no name. Igen, az a helyzet, gyerekek, hogy én most már a héten dolgoztam, és nem igazán értem rá foglalkozni nagyon úgy semmivel. Szia Csongi, szóval majd lesz rá válasz, amint hétvégén lesz rá szabadidőm, és tudok ezzel foglalkozni. Valószínűleg mindenki választ fog kapni, aki eddig még nem kapott. Na, jövök TS-re. Microphone activated. Hello. 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 Hello, hello. Na, látom, nagyon sok a kukorica. Hát igen, azért hagytuk meg, mert nem tudtuk, mikor fönn voltunk délután, hogy most szemes kell, vagy mi lesz belőle. Hát gondolom, User joined your sílózzuk majd, vagy nem tudom. Meg ki kell oldani, hogy ez a cukorgyárból 1 millió kompot van már. Szia Doxi! Eléggé... Javasz! Eléggé halk vagy. A komposzt, ja, azt akkor a cukorgyárba Mennyi vetni való van még a négyetek? Hát már nem olyan veszélyes, mint tudom én, 3 forduló. Na Toma, megnézted? 680 ezer volt benne. Akkor tegyünk be oda, vagy mi legyen? Hát szerintem egy pár fuvart hozhatsz. És azt írja, teljes kapacitás 25 millió komposztnak. Bizony. A fő tanyán, az igen. Szevasz is a hello hello, szia Bálint, sziasztok. Üdv mindenkinek. Jó, akkor elhozok egy pár kanyart. Na, 3 pótkocsival kell menni. Hát én most csak kettővel megyek. Hát már azt mondod, hogy milyen járő is a Scania. Nem, én azt mondtam, hogy a Timelapse-ben a Stewie-nak a kamionjával húztam, ezt 3 pótkocsival. De Ja. lehet, hogy el kéne adni a Scania-t, és venni kéne egy Stewie-féle kamiont, úgyhogy lehet, hogy mindjárt meg is csinálom. Mióta megy a live? Beírod, hogy felkiáltó jel uptime, és akkor kiírja, hogy mióta megy a live. Menjél, abci! Menjél!
Oké. Szevasz, Doxi, hello, hello. Na, én végigmegyek, az kész is lesz. Na, akkor eladjuk a Scaniát, veszünk egy Stewie-féle kamiont. Jó, akkor jövök akkor segíteni Adi. Na, ez az. Legyen ez is piros. Értelemszerűen. Ezért nem kell bele. Dani, köszönöm a követést itt a csatornán. Kapaszkodjatok. Oké. Okay. Oké. Okay. Na, voltál a bábón a fele? Ennyi. Hát még egy pár hét, aztán megyünk. Vár minket bábolna. Reméljük az idő is jó lesz. Hát nagyon remélem, mert saraddagasztani nem sok kedben van, úgyhogy jó lenne, ha ott akkor úgy nem nagyon esne azokon a napokon. Ilyen rohadt dögmeleg se legyen, mert az sem hiányzik. Na, Doxi feljött és ki is lépte. Mi történt, Doxi? No. Rossz gombot nyomtál meg. Játszik velem. Lehet, hogy még nem minden 100%-ig kóser. Mi, újra raktad a gépet? A muszáj volt, mert minden összehánytam most már magát. Ja. Az nem. De most már megvan a RJ portomnak is a baja, mert most, hogy újra telepítettem a Windows alaplapot, minden, bedugtam a kábellal, nem kell fűzni, működik, úgyhogy nem az alaplapom halt meg. Hát azt nem tudom. Isa, Facebookra mehet a kép. Nem bánt, nem szeretem Fortnite-ot. Kell még vetni valamit? Nem azt, hogy nem szeretem, nem játszom. Hát majd a 12-est, 7-est, 5-öst, csak én most ezeket éppen szórom. Jövök. Egész héten erre vártam, hogy végre 4 napos hétvége jöjjön. Na, jön Doxi még egyszer. Itt normális idő van, nem esett. Akkor, amikor jött a lehűlés, akkor esett sok, akkor nagyon sok esett. Bence, neked is köszönöm a követést, akkor nagyon-nagyon sok eső esett, de itt szakadt. Azóta normalizálódott, hát egyszer megáztam motorral, de komolyabb nem volt semmi. Szia, Bence! Megvagyok. Na. Nekem most jó jött ki ez a hónap. Na hát akkor az a lényeg. Múlt héten 3 napot dolgoztam, most 6 napot vagyok itt, itthon, jövő héten 3 napot dolgozom. De mondjuk a 3 nap is megfelel 4-nek a héten, ami volt 3 munkanapom. Mert 2-szer hajnali 4-re kellett menni, szerdán meg 5:30-kor indultunk el hazafele este. Az igen. Pillanat, megjött a kajám. Oké. Okay. Miről maradtál le? 13 percről. Nem sok minden történt még. Úgy látom, a második műveletre műtrágyázása sok főd nem sikerült. Nem tudom, mert azért volt fönt a Forest, nem tudom mikor lett ez beaktiválva, vagy hogy volt. Mindjárt állultam. Kedd óta nem. Voltam. User joined your channel. Sziasztok. Hello. Hello. Azóta kicsit megnőtt a telephelyem. Már hogy érted? Tuning hektár. Micsoda? Killer.
Tuning Hector Killer. Jézusom. Ki ez? Micsoda navárban basszus. Tuning. Ez Tuning. Nem látod a pólóját a csoportba? Ja. De az micsoda? Azt láttam, de az mi az? Vagy... Tudom, azon ráír, hogy Hector Killer. Oké, vágom. Hector gyilkos. Hector gyilkos. Hát, oké, azt értem, de ez honnan jött, vagy mi ez? Azt kérdezem, hogy... Hát ezt majd akkor az érintet mondom el, ugye. Lehet, hogy a földet tönkre úgy hektárokban mérhető. Karom vasárnap voltam Hajdúböszörményben a traktorhúzó versenyre, és ott vettem ezt a pólót, tehát csináltattam lényegében. Ja, na ennyi, ezt kérdeztem, hogy... Miért? Részt is vettél rajta? Mint vásárló? Szia, Krisztián! Nem, csak közönségbe ültem. Ha. Na, hát ezt nem tudtuk, mert ezt nem írtad oda, csak hogy ott a póló, azt annyi. A komposztot azt... Hozd az apeszó! Hozhatod ide is a gyümölcsöt. Oké. Okay. Vagy az ateszhoz, mindegy. Hát egyszer összerakom a kamiont, én is elindulok, csak egyelőre szinkron van, meg próbálom szállítgatni. Minden is. Hát szerintem majd sílózhatunk, csak jussunk el odáig. Letrepszem. Hát a silomester szerintem nem fog most jönni, úgyhogy... Hát nem bizony. Mindig kihúzva már régen volt. Ja. Hát... Most a izét hajtsa a csirkéket. Mindig azt hajtja. Mindig PUBG van. Lett repce? Igen. Nézem, mennyire kéne megemelni a dollikat. Szerintem amennyire csak lehet kb. Ja, így. Na, nézzük, hogy mit tud a triplapótos. Jó hosszú lesz. Hát egyébként sima dolly jobb lenne hozzá, mert az lehet, hogy kevésbé. Aha, igen. Jó. Ha majd silózunk, silózóval megyek. Ahogy érzed. Én is bérelek egy silózót. Ó, bérelhetsz nekem is. Miért szeretnél? Hány silózó kell, mert én is beszálltok. Végül is, ami módolt, az a John Deere. Köszi Bálint. Hányan silózó? 50-nel. A klassz silózó, hol van a klassz silózó? Hát, valószínűleg nincs bent. Bent kell lennie. Mindjárt megyek, Zoli. Chrome van, New Holland, meg John Deere. Hát ezért Jaguar nem lett berakva? Hát akkor... Nem. Oké, Sanyi. Atesz akkor valahogy kivette, vagy nem tudom. Be volt rakva. Akkor bérlek 3 John Deere-t.
Azzal még úgy sem mentem. Valami van ezekkel a dollikkal, nem a legjobbak. Mindjárt visszaadom, Tibi. Jó, nyugodtan. Mi maradt a pótkocsot, be kell húznom. Húzzad csak. De akarod, behúzhatom át. Kell ad a pótkocsi neked, Tibi? Megyek van nekem adásra. Sima pótkocsi a Fefe? A ízés az a lemkenes, tudod. Na, hát a sírod, de az is jó. Akkor kell, akkor elmegyek akkor traktorral. Nem tudom, bár ő a izét, a komposztot, azt fiát el. Csak a végezt én majd vidd vissza a lemke, a izé a pelletgyárhoz, jó? Jó, persze. Van itt is ilyen lemke, nem, hogyha gondolod, visszaviszem, aztán majd ezzel sírozok, mindegy. Ne, hát csirózzad rá. Oké. Okay. Hát, valami lehet, hogy történt ezekkel a dollikkal, mert én eddig normálisan tudtam használni, de... Ja, tett, Bibi. Szerintem valami... Köszi. Vagy más verzió, vagy nem tudom, de nem stimmel. Hát azt tudom, hogy Drenkor nincsen live, de Drenkor nem nagyon szokott farmingozni mostanában. Tehát azért mondom, hogy inkább PUBG, aztán meg nem tudom. Na, akkor... Melyiket silózzuk, melyik földet? Szerintem a hármason kezdhetünk, mert az már narancssárga. Erre gondoltam én is, meg azon a legközelebb. Újra próba. Elvileg a gyárival csak kéne mennie. Pedig hát ott ez a klassz tanyára szerintem be akarta rakni azt a Jaguart, nem tudom miért nincs bent. Én legalábbis nem találtam ott a... Szia Barnika! Gépek között. Ja, még valaki ide póttal, vagy nem? Igen. Meg én is megyek egy felszedőkocsival. Viszont a 30-at lehet, hogy sok lesz, Gyuszabá. Mennyi? Hát a 30-as sebesség az biztos, 20-szal menjetek max marad. Aha, én is 20-ra léptem. Szerbert azt legyilkulja. Akkor levesszük 20. Majd hova hordjuk majd a szilax, vagy a szedcsak? Nyisd ki a csövet, Doxi! Doxi! Várjál, meghűjjük! Látom! Ó betűvel majd nyisd ki a csövet! Na,
ezért mondtam, ezzel már normálisan megy. Valami azzal a Dollyval nem igazán akar sajnos működni. Van még akkor komposztot fönt cukorgyárban? Vagy ne lenne. Van bizony. Igen, van, egy csomó van. Jó, hát csak azt hittem, hogy az alatt már hordotok. Amíg itt szerencsétlenkedtem ezzel a szerelvénnyel. Holnap lesz-e live? Persze, hogy lesz. 6-tól 9-ig ugyanúgy. Lehet, hogy a PV leszünk, nem tudom még. Vagy Seasons lesz, majd meglátjuk. Majd még kiderül. Hát a komposztból én már elővittem már egy kör melkaron. Jó, jövök most már. Megyek én is össze-vissza. Jöhet itt a gyümölcsösbe. Illót, mert hova kell lesz hordani? Öcsém, hány ingert kapok a módos gépektől? Mert? Mi az, hogy hány ingert kapsz a módos gépektől? Tele van. Azért kell mindent 100-ra írni? Hát egységes legyen. Már nem a kapacitásra gondolok, hanem a sebességre. Ja. Hát itt összesen 140 ezer izé van komposzt. Onnan a 21-es földről hova tudtam én Arról van ám az izében a üzemanyag gyárba itt komposzt. Na most innen akarok elvinni, mert itt vagyok. A sztárgyúval itt majd tervezem folytatni, de jelenleg egyelőre nem. Szecskát hol vigyem, sátok? Megtehetem, bocsánat. Én nekem is terül egy gyorsan. Hova hordjuk a szecskát amúgy? Nem tudom, passz. Nem tudom, egyelőre. Silóba vagy hova? Hát, figyelj, megmondom őszintén, hogy lehet, hogy a BGA-hoz kéne. Szerintem a BGA, itt az alsó igen, BGA. Oda. Alsó BGA-ba. Jó, itt akkor a 18-as, itt rögtön mellettünk, a 3-ason mellett. Hát gyerekek, a timelapse-re jelenleg nem igazán van időm, úgyhogy azt nem tudom. A GTA-t persze, ki nem ismeri a GTA-t? De Ifás csávó, a gyümölcsös az ott a jobb felső sarokban van? Nem. Bal az Ifás csávónál van. Ifás csávónál van a gyümölcsös? Igen. Igen. Minden Ifás csávónál van. Gyurika, köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán. Minden is. Minden is. Pont ezt akartam mondani. Egy fekete hamsterrel nem találkozott véletlen valaki? Én nem láttam. Szerintem bent van a telepen, traktorral együtt, én úgy tudom. Traktor az megvan. És én ott láttam legutoljára. Elvettem Sándorom, nálam van, ha nem probléma. Nem. Köszi Gyurika. Na, viszek 300 000 komposztot. Bármint ez jó rohadt nehéz. Nehezebb, mint a sima termény még mindig. Tele vagyok.
Hova lettél doxi? Viszem a személytelepre a gépet. Ja? Béreljek másikat neked? Részeg a sofőr. Jövök közben szem... Karan. Jövök szembe. Jó, hát én nagyon lassan megyek, úgyhogy... Én nem sietek. Na, de azért mondtam, ez a kamion, ez bírja, ezzel nincsen gond, mert ezt használtam, ezt tudom, hogy jó. Bár ez a komposzt, ez én szerintem egy kicsit túlságosan súlyosra lett írva. Hát az igen nehéz a komposzt. Nem tudom, miért kapott ilyen nehéz tömeget. Három pótkocsi, az igen! Uh-huh. Na, itt a múltkori fák megnőttek, nem is tudom, ha cívültette itt ez az ő... Igen. Ez nem is tanya, hanem ilyen karibízi pihenőhely, ilyen pálmafák tövébe itt a... Vigyázok mindennel. Végül is van tavam is, csak egy kicsit odébb. Egy jó nagy. Már megyek horgászni. Ennyi. Saját tengerpartod is van. Na igen. Na várjál, hogy van ez itt? Ja, ez a fatelep alapvetően, vagy mi a deszka. És a zöld hamster, nem fekete te. Egy helyzét oda. Kázt kínáltam, Sanyi, ma visszarakom feketére. Ja? Öcsém, nem kell, majd veszek másik. Hát ifás csávó, ez itt eléggé nem jó helyen van ez a... Simán bele lehet borítani. Hát igen, csak simán nem lehet... Három pót kocsival hogy jut? Hát abba kamény lesz oda válni. Már se férj, hogy... Nincs már front kompaszt, nincsen. Nincs, elfogyott, jó. Ebben még valaki egy kombájnál. Üzemanyaggyárban van még, nem? Eléggé túlsúlyos a szerelvény, ez egyébként így igaz. Hát nem, én egyébként teljesen rossz helyre mentem, nem is innen kell megközelíteni ezt, mert oda nem lesz bement. Jó, hozod az itt? Mondjuk Sándor, az a pótkocsi jobban kép, mint ez. Hogy? Mondjuk, ami nálad van a pótkocsi, az jobban tetszik, mint ez, ami most van nálam. Ha, hát cseréljünk. Jó. Köszönöm szépen. De mi elég is volt belőle, hogy elmenjen tőle a kedvem játszik szingőbe. Na miért? Mi lehet vele? Bemérgesedett. Voltál vagy mi? Mi Doxi? Doxi szeret modulni, csak a modul dolgokat nem szereti. Nem a módos képekkel van a baj, hanem gyorsabban arat valami, mint ahogy közlekedve megy. Hát, játszom is hogy... lehet. Na, csak egy nyelvű izénál van, a siló kombánynál. Hát az asztal nem lett átírva. Akkor
Fiúk, beállok én Doxi helyére, jó? Na, vagyok. Ja. Hány izé van, hány fajta? Minden ide van rakva? Sziasztok! Halli! Hello, Halli! Éja! Szia Zoltán! Hát Doxinak ez gyors volt. Nem lát mindenki nap a kedvére tenni. Ez így igaz. Ha meg lassú, akkor egész nap azt csinálja. De hát múltkor gyárival csinálta, akkor mi nem kért egy gyárit, és akkor elindult volna azzal körbe-körbe, hát egy másik földön, vagy nem tudom. Hát ja, hát van meg a másik, van meg a másik. Ugyan, ez végül is ő dolga, most így nem tudok mit mondani rá, nem tetszik, akkor hát ez van. Na? De se kéne bejönnöm a fák közé? Tele van. Oké. Ilyen kamerám van, alul le van írva szerintem a gép spec, de egy Logitech 920-as van, úgyhogy. Na, ezért szállt ki Doxi. Mert? Na, 30-al nehéz irányítani ezt a... Hát de ki mondta, hogy 30-al kell menni? Le kell venni vissza 20-ra. Pontosan, vissza kellett volna venni a tempomat. Arról beszéltünk, hogy vegye vissza. Na. Tele. Milyen sütit? Ott vannak egyébként az a két új hangulatjel, forró. Ennyi. Na most nem ilyen trakesz meg izé lett, hanem ezek. Az a kettő. Most gyorsabán. Nem baj, láttam, hogy nagy a tempó. Papcinál van valaki, vagy nincs? Igen, van. Jövök, akkor. Kiborítjuk, aztán húzunk innen. Szia Péter, hello! Na, berakom a kamiont a tanyára, aztán is megyek a... Vagy BGN ellapogassam, meg tologassam? Azt is lehet. Akkor lehet, hogy most én fogom tologatni. Kicsit. Te leszel a silómester. Hát ha az nem is, de valami. Valami hasonló majd. Tele vagyok, Habci. Oké. Okay. Mondjuk erre a
Erre a mapra nem is kell egyébként három pótkocsi, mert kettő bőven elég. Ez négyszeres mapra lehet, de erre nem sok értelme van. Alig lehet vele elférni. Mindjárt tele vagyok. Tele van. Oké, Péter. Viszont azt nem tudom, hogy oda kellene valami, amivel lehet. Ja, csak az egy gyári VD van bent, aha. Nem baj, azt a izét úgyis eléggé kevésszer használtam még. User joined your channel. Ma jó napot kívánok, uraim! Szép jó napot! Ijátasz! Azt a hét meg a cinculáját, jó összegyűjtünk. Vagyunk egy pára. Hát a PUBG-t szeretnél látni, azt itt nem fogsz. Ez nem az a csatorna. Ez nem az a csatorna. Ez rossz van. Helyen jár. Rossz helyen jársz, így van. Vagy jobbra, vagy balra. Ez nem az az út. Így van. Tervezz újra. Újra tervezés az. Nagyon rossz a ászám akkor. Egyébként én múltkor pont néztem a PUBG-t, és érdekes volt, mert ugye hát volt egy pár streamer, akit mit tudom én több ezeren néztek, és akkor a magyar felhozatal az úgy nézett ki a Hunter Hungary, hogy mit tudom én, vagy 50 ember streamelt a PUBG-t, de mindegyiket csak én egy-két ember nézte. Tehát annyira megoszlott a nézősereg a streamerek között, hogy mondom, ilyen nincs is, hát. Jövök, gyerekek. Mondom, ennyi PUBG magyar streamer nincs is, és hát mégis van. Gyere. Bötörtés alatt vagyok még, na most. Oké. Puszi. Készom az asztal? Doxi az agyvérzést kapott és elment. Igen, akadta a világbaj. De mi történt már meg? Hát mert beült a... John ment a sílózó. John Deere sílózó alapú 30-al megy. Azt jegyezzétek meg, hogy a Doxi, ha itt van, annak csak alapgépeket vegyetek. Az de nem hát most miért nem vette vissza a izét? A tempomatot, vagy miért nem vette a gépet? Ő ilyen, na, őt így kell fogadni. Hát ő választotta. Hát de akkor... A tempomatot itt nem tudod visszavenni, mert a izébe van. A vágóasztalban van a 30 kilométer. Akkor megadtam. Vissza tudod, ja, izébe a tempomatot nem tudod visszamenni. Hát, arra mondom. És mi a Közösen beszéltük meg, hogy ennyi legyen, mert mondtam, hogy elég lenne ez a 22-20. Nem, jó a díjat ez, nem fogok egész nap ez is ilózni. Megy ez 20-szal, hát valószínűleg 20-szal megy. Tempomatot visszaveszed, annyival megy a jármű 20. Persze, vissza lehet venni a tempomatot. Hát akkor nem tudjátok, hogy nem. Ennyi. Mi 20-szal megyünk, te? De egyébként is a 30 hülyeség, hát 20 fölött a szervernek elkezd lagolni, hát 22-ben aradsz a másikkal a gyárival, már elkezd lagolni a szerver. Nem is lehet 20 fölött menni semmivel, ami munkagép is úgy dolgozik, se vágóasztal, se semmi. Oxinál nem az volt a baj. Na jó, hát. Abban igaza van, hogy egyébként tényleg, ha a 30-al mész, akkor annyira csúszkál meg össze-vissza mozog, hogy irányíthatatlan, tehát az egyszerűen felidegesítette.
De hát akkor tényleg a tempomaton vissza kell venni 20-ra, vagy esetleg 10-re, ha neki azt tetszik. Mert a legnagyobb baj az, hogy a játékban alapból csak ez a izé van. Most a 10 kilométerre 9-10-re megy. A Krónt azt már rommá játszottuk, a New Hollandot is, hát valami új kell, tehát... Hát akkor az meg nem jó, azt kiszedtem, nem jó a klasszus. 20, várja, 22. Oké, Sanyi. Azt kiszedtem korom, mert az nem jó. Jó van. Azért néztük, hogy elvileg be volt, meg olyan keskeny volt, hogy csak 6 méter vagy mekkora válkoztam volt, nem a 9 méteres. A 900-as klassz meg az a baj, hogy az meg beteg volt, azt meg nem tudtuk a lajába megcsinálni. Ahhoz lett volna 9 méteres válkoztam. Hát majd csinálnak. Most úgyis a kombányokat, a John Deere kombányokat, azt most valaki meg... Hát azok csinálták meg, ami most fönn van nálunk a John Deere kombány. De jobban, megcsinálták egyszer egy USA és Ausztrál verzióra. Meg megcsinálták Európaira 700-as kombányt, S700i. Aha. Jó néz neki, nagyon jó néz neki. Elfejtettük múltkorán beleírni a folyadéktárolóba izét, a fermentált meg a folyékony trágya a levet. Tizértünk délelőtt. Nem engedi. Egyik tartály kocsiból se engedi. Mi? Akkor nézem, hogy a felső sorba belett írva, az alsó sorban meg hiányzott, meg az izé is, a kapacitás jó. Is, tudod? Álsanyi, full! Ezért néztem, most csináltak D11-es kotrógépet. Igen. Csak hát azzal az a baj, hogy ez csak izére jó tényleg kotrását, tehát hogy maga előtt tolja, tehát semmi másra, se pakolásra, se semmi. Viszont elég durva lehet, ha hallod, biztos, hogy jó erős. Hát a PV ki kell próbálni, az izét kotrógépet. PV mondjuk kivel. Arra be lehet rakni, hogy kikotorni az izét. Tudod mit csinálni? A tóból kikotorni az iszapot. Azt mondjuk azt lehetne vele, lehet, hogy arra berakjuk, azt megpróbáljuk, mert arra biztos jó. Kis kotrásra. Elakadtam. Megyek mindjárt. Jézusom. Igen, ide jó nagy ízére lett pakolva. Gödör, vagy... Úgy néz ki, hogy jövő héten vagy hétvégén, nem tudom, azt nem értettem a srácnak. 2.3-as verzió, javítások, ezek a triggerpont javítások benn lesznek. Meg úgy néz ki, hogy a sörgyárt megcsinálja. Azt tudod, mit jelent, amit írtam? Lesz bebaszó slide. Ja. Hú, kegyetlen voltam, megnéztem a izé Fefének a videóját. Kegyetlen voltál, olyan kis csikó fejed volt két éve. Nekem? Olyan, ugyanígy néztem ki te. Nem, most az skinheres a frizurád. Hát le van vágva a hajam ennyi, hát. Hoppá, hogy megnéztek itt a fák? Hoppá, hoppalá, hoppalá. Szia Andor, hello. Jó volt visszanézni azért. Abba a videóban még neked is fiatalabb hangod volt. Azaz, két éve fiatalabb volt, ja. Ja, két éve teljesen fiatalok voltunk, hallott. Olyan szinten, hogy nagyon. Azaz. Másikba tegyem karom. Tele vagyok Sándor. Nem, ha át tudsz jönni, akkor gyere, csak most próbálom elegyengetni, úgyhogy... Oké. Okay. Én se akadjak föl, meg más se, de egyelőre nem nagyon sikerül. Tibi, a pótkocsid az a fehér-zöld? Igen. Akkor ez nem a... Ja, itt van a másik oda. Na most csak adtam el. Gyerek. Hát mondjuk a orsúlyt azt itt szerintem a gödörbe felejtsd el, mert az halál. Hát az teljesen. Gyerekek, ott a nagy izé, Volvo. Miért nem az a... Mert nem jó az. Annak, nem jó a Volvo? Hát a izéja nem úgy megy a
villáját nem lehet úgy forgatni, jó. Tudod, most mi le... A dózer lenne ide jó, gyerekek. Na, azt lehetne tolni rendesen. Hát ott lehet, hogy a dózerre lehetne. Azért annak föl tudod annyira emelni a lapátját. Várját, hogy megemelem. Az a baj, nem vagyok annyira jó gépkezelő, mint kellene. Nem vagyok egy sílómester. Hányas földbe izék? Hát, de nem, sok sikert a maphoz. Nem, Mészi, nem lesz benne. Hát a gyapotarató az ott volt benne DLC-ben. Miért lenne benne az izé, a Platinum Edition-ben? Abban más lesz. Próbálom nagyjából egyenes összedni a tetejét, már ahol sikerül, mert... Azért megköszönöm a Doxinek, megcsinálta azért a tején keverét, tején kajakeverőt, jó. Ja. Most már normális helyre rakta a Gobál kampan is. Csak én azért nem értettem, mert ugye a Doxi, amit küldött képet, hát nálam nagyon nem úgy nézett ki. Tehát a hibákat, ugye, amiket le screenshotoltam, nálam úgy nézett ki, ő meg úgy mutatta, hogy nálam meg teljesen jó volt. Tehát most vagy összeakadt, vagy valamivel, vagy én nem tudom, de valami nem volt frankó. Fúzsanyi! Hát, Hunter Hunger, én nem tudom, hogy milyen mapot akarsz, de mégis bármilyen nevet adhatsz neki. Ha hármason vagytok, mondom, hol vagytok ti most? Ha már nagyon nem tudtok elmenni, akkor majd a másikba rakjátok. Ennyiben mentek? 20-szal? 25? 30? Én 20-szal. 22. Oké. Okay. 24. Bocs. Ez Tuning Hector Killer. Killer. Az igen. Killer. Hector, nem Hector. Hector. Hektár! Ja, hektár! 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 Cseppet szólok. Nem csak hektár. Már olvasni se tudok, egy-egy. Lehet, hogy kéne jönnem a másik Johnny-val? Izéni, kaszálni. Akkor jövök. Vére rakom a... Ott a izé, mi az Isten? Ja? Ott van a John Deere-om. Ott a John Deere-om a izé. Kapozom akkor. Ráállok ide a bolthoz. De nincs annyi hordó arcos. De hogy te előbb itt vár, ott is várnak ott a szélén. Mi? Az üres traktor. Az üres. Az üres traktor? Hát én hoztam, mondom, hogy az érdeklődve Doxi nem rálltam. Mi van itt a gödörben, gyerekek? Mi volt? Zoli belerongyolt. Duszabába kész. Karambol. Hát jó megtoltja. Nem, az a baj, hogy egy-két nagy olyan domb van, ahova beakad az ember, meg... Hát még le van tömörítve, az nincsen gond, csak el kéne egyengedni. Mennyi! Nem megy, kimegy, már jó lesz. Nem vette a sebességet. Kiment, nyomtam a gázt, nem vettük el. Diffizár, összkerékhajtás, meg ami van. Azt azzal együtt se. Tere! Tele van, Habci. Oké. Elbambultam. Na, de a gödörről mindjárt hozok majd. Feltéve, ha nem akadnék el én is. Menj, Habci, hogy gyuszol. Micsoda hegyek vannak itt. Itt azt mondom, mindegyik föld.
Lehet, hogy a másikat úgy kéne csinálni, hogy betolatni, elkezdeni betolni, mert így az a baj, nem nagyon tudom egyengetni. Én se félek be. Én ezt ráindítom a parasztot az egyik táblára, aztán szépen. A másiknak csak az egyik felét töltsük fel, talán? Aha, kezdjetek el oda betolni majd. Megpróbálom valamennyire úgy kihozni egyenesre, hogy ne lehessen menni, de nem ígérek semmit, mert elég durván egy-két pontja meg lett töltve. Jövök, besegítek kicsit, Haron. Az a baj, nincs bent a modolt, és ez szerintem nagyon könnyű egyébként. Föl is akad meg. Ez nem is bírja úgy, ahogy kéne. Hát ha másra nem, ez a Volvo jó lesz arra, hogy tapossuk. Hát ízé erősebb volt a... Meg volt a másik, a GCB, azt hiszem. Nem Budapesten. Bálint alulra ki van írva minden infó rólam. Úgy van, Dunakeszin lakom. Na, Toma, mit látsz? Na, ez is jól akadt. Ja, azért mondom, nem a legjobb. Szia, Bálint! Ja, tele. Oké. Na, és itt viszont akkor, hát ez az, hogy nem így kellett volna. Na, mindegy, elkezdem akkor főtolni az egyik oldalra. Szia, másik Bálint! Bocsi. De kicsit durva volt, nem? Ráfordulunk a másik sorra, Sanyék után. Hát mert már láttam, jöttél, nem tudtok már, majd mondom, erre kerüljenek. Nem mentem a jobb oldalamon, neked is kellett volna mennem a jobb oldaladon, de azért jobb kifarolt a hátulja. Nem, mondjuk egyébként lehet, hogy a fentibe kellett volna hordani, mert ott a egyik oldal ugye fixen megvan. Mindegy. Viszont arra az oldalra kéne rakni, úgyhogy oda tudjuk föltolni majd. Másik oldalra rakjam? Nem, mindegy, ide rakjam, ahogy tudod. Majd valamit megpróbálunk vele csinálni. Holnap Bálint ugyanígy farming szimulátor lesz. Bocs, Sanyi. Ez egyébként miért nem megy? Tehát ennek így. Megyünk, Zoli, a 15-re? Oké. Okay.
Hova megyünk, Sándor? Vagy hova megyünk? 15-re? Igen. Na, így majd jó lesz, nagyjából alakul. Én sem vagyok ezt hozzászokva. Rendben is, ha? Nem, itt meg kell tölteni egyet, rá tudja jönni az ember, ha nem tölti fel, ugye, akkor nem tud rajta közlekedni. Na, Toma, mi a helyzet? Hát ez olyan kis puklikon fennakadt, hogy ijedek van. Ja, tudom. Hát cseréljétek le valami másra. Renko az mindig a 900-as Fender szokott ikerkerékkel tolóapozni. Nem, most már jó lesz, csak majd toljatok be, srácok, most már ide, és akkor majd... Én most egyelőre a tanyába hordom, hogy tudjatok dolgozni, ne kelljen, ne halmozzuk annyira. De hát amikor mondjátok, hogy oké, akkor viszem oda. És már pakolgatom itt nagyjából rendesen. Vagy hát valami kezd alakulni. Megyünk a többiek után, Gyuszabá. Mehet Zoli, menjél csak, boríts. Mindig oda, ahol van még hely. Tele van, Sándor. Kedvenc gameplayem? Mi az, hogy kedvenc gameplayem? Gyuszabán menj a Sanyihoz, hogy előrébb van. Hű, de belagoltam! Sok óta sört érem? Nem. Húszszal vágom a tesz. Nem mehetünk. Valaki jön szembe. Ez melós, úgyhogy nem fog kitérni. Vak melós. Az a maszek. Őt nem az eszélyes szeretjük, hanem mert olcsó. Lopjátok el előle, már úgyis megteltem. Várj egy picit, még hagyj rakjak be még egyet. Utána mehet. Kicsit most már kezdjen úgy kinézni, mint valami normális. Menj előrébb, Gyuszola. Szecskarakás. Jó, már viszem mindjárt el van úgyis. Na, jöhetsz. Na, látottam, hogy itt nagyjából kezd most már valami alakulni. Igen, így kellett volna ott is, hogy betolni. Hát jó, csak mire ide értem, mert ugye vagy
10 sor le volt fektetve, aztán már az elég nehéz. Valamit kell. Mindegy, még itt is tologatni kell. Sőt, igazság szerint hallottam, azt el kéne adni, azt ide kéne jönni a izével a kvaddal, és azzal taposni, mert azzal nem is akadsz el, meg az rendesen megcsinálja. Szia Karisarf, kedvenc játékom van-e? A World of Tanks. Ezzel szoktam játszani, a FS-sel, World of Tanks-sal néha-néha. Nem mehetünk. LTS, ATS, World of Warcraft azok is. Mostanában nem szoktam egyébként nagyon mással, mert sétem már meló volt, nem volt időm. Szia Majka, hello! Visszamegyünk erre? Fordulunk jobbra. Kársáv, köszönöm a követést itt a csatornán, álló-álló. Félre nyeltem a vizet. Na, illés leszek. Oké. Okay. Tetszett a Stevie-nek a Easy Live-ot, ami volt kedden. Tessék? Tetszett a Stevie-nek a live-od a kedden? Ja. Legalább látta, hogy tudjunk egy párra teszteljük. Ja, elküldted neki? Jó. Ja, elküldtem, igen. Belájkolta. Ezeket a izéket is a kasztor csinálta, a két izé marha ólat. Teljesen. Milkhoff vagy mi a neve? Hmm. Néha meg szokott akadni a live, igen, Bálint előfordul. Kirúgtátok a melóst? A fél, oda raktam félre egyenlőre. Na, vad is megakadt? Nem, én állítottam félre az izét, melost. A tesztelem vagy tele? Nem, még nem, még 97. Na most. Most már tele vagyok, de... Én még a súlyom is előre ment. Na jó, most fogom kiúzni a... Sanyi, pihenőben van? Azt mondtam, mindjárt. Zoli, itt visszafordulunk. Oké, abci, rendben. Vétem már nem lesz probléma az internettel. Na. Így csomagváltás lesz. Teljes. SIM kártya, mindenkinek korlátlan 4G, úgyhogy használják az izét, a mobiljukat majd, az izét, a vezetékes netet, meg az gyorsabb is. Tudod, itt vagyok, minden a Telekomnál van, úgy sokkal olcsóbb minden, együttkötés, meg kutya izé, meg minden. Ja, azt tudom. Na, Tibi, vagy Toma, ezt nézd. Kezd alakulni a teteje. Alakul. Majd onnan azt a... átmegyek oda, elhozom azt a dombot, azt akkor te is a per tudsz férni. Aztán lehet, hogy még ebből is lesz majd valami, csak... Lehet, hogy átmegyek, azt is taposom egy kicsit. Whatever.
ezt meg ide be kéne szórnom abba a lukba, ahova most pont bementi. Csak már én is elakadok. Na, én is megakadtam. Tudom én. Ah, kösz. Na, ez viszont nem jó. Most előkijékik. De három kombányt elök. Kösz. Tibinél szerintem ott lesz váltás most, nem? Ott lesz tele valaki. Úgy szerintem olyan 70%-ról van, nem is tudom. Na azért van, hogy itt mire ide értek, addigra megtelenek, telik. Kb. Aha. Na hát talán valamire jó lett. Na, tök jó lett. Attól még messze van, de talán valamire jó lett. Vagy jobb lett. Vagy még a külső részét akarom a túloldalnak megnézni, azt nem láttam. Lehet, hogy majd azt is még ott kicsit elegyengedjük. User joined your channel. Hello, fiú! Szia! Hello! Hello! Hello. Hello, szia! Az a legjobb gödör, amelyeknek az egyik oldala ugye teljesen zárt, és akkor könnyen lehet vele. Vagy hát végülis az még jobb, hogyha a nyitott felé is olyan, hogy nem engedi kiszóródni, mert ugye akkor segít annyiban, hogy nem kell sokat szenvedni vele, úgymond. Tibi, tele vagyok. Sírózás? Hát Tibi, te hogy állsz sebességgel, Tibike? 22. Mennyi? 22. 22. Oké, mehetünk. Egyiknél kétszer kell följebb nyomni, a másiknél kétszer kell lejjebb nyomni. Zoli, bentre mennyire egy kutatóra? Többiek 20-on vannak. Ez ilyen apci az 20-a megy. 22. Paraszt az 30-a megy. A paraszt nem dolgozik, én ütem bele helyette. Ja? Le vagy parasztozva. Kikérném magam. Jó, kilőttem a gépből. Jó, tudom, előbb félreálltam vele, na. Kirúgtad. Én nem rúgtam ki, én csak valaki kiszállította belőle váját. Ja. Félreálltam, útba volt vele, szemben velem. Na, vagy akkor tényleg holnap majd fölrakjuk a izét, D11-es bulldozert, és akkor megnézzük holnap a PV, hogy a tófenekét ki lehet vele kotorni rendesen. Meglátjuk majd. Oda is berakjuk a izékat, új cuccokat. Hát a John Deere vetőgépet ki lehetne próbálni. Ha? A tesz. Nézd, fölraktam ottan nektek, hogy nézzétek meg a képeket így nézni. Az igaz, hogy nem akkora V alakja van, mint a Big Badekének, az ilyen, inkább ilyen derékszögben kö össze magát. Ja, de hát az is kétizés. És 22 méter széles. Pálint nem igazán van feliratkozó cél. Aki feliratkozik, amúgy, az... Amúgy én próbáltam single-be, azt vettem észre, hogy lassú a nyitása neki. Még szétjük. Igen, hát olyan lassú, mint rendesen, mint gyárilag a íze, hogy nyit a hidrolika. Tehát az mire megtölti a hengereket, tudod mennyi henger nyitott. Megyek akkor silótórani, hányasra menjek, fiúk? Majka, itt a 15-ös mellett, itt van a traktorom póttal, bele is ugorhatsz. Na, nem, hát itt már bennülök a sajátba. Na, úgyis jó, a 15-ös csináljuk most éppen. Mindjárt tele vagyok. Tele. Tudom, hogy a 14-es még lesilózunk, de a nagy táblát szerintem lehet meg kéne adni a kukoricának, nem? Ja, mindenképpen, de úgy volt. Úgy volt, hogy a nagy tábla a kukorica? Igen. Te ezt meghagyhatjuk tengerinek is, nem? Nek? Szia András, hello. Tengerinek. Tengeri. Milyen jó nátásnok, Edli. Hát a kukorica. Tengeri kukorica? Az a másik elnevezés a kukoricának. Nem is tudtam. Nem állt ez.
Na, hogy nem tudta. Tengeri? Azaz. Igen. Nem tudta, komolyan mondom, mert most csak lesegni a lukinyó. Mi hát, hogy a tenger túlról jöttünk tenger? Én se tudtam, no, az srácok izé, egyébként. Ja, igen, Amerikában igen, onnén származik a kukorcia, persze, de nem tudtam, hogy tengeri, pedig 50 éves vagyok, most hallom először. Hát ez, én sem tudom. Fiúk, jó, papi Zsoltik tanul. Csak ugye nem igen szokták annak hívni. Ja. Hát régen talán többször hívt annak. Ja. Lehet, hogy hallottam, hogy mondták, csak nem tudtam, hogy mire mondják azt. Azt hittad a... Meg lehet. Lehet, hogy néztem hülyén, hallottam. Hittad a patat a tengerre? Tengereznek el, nem... Tengeri maradt. Ugye, te... Mert mit keres itt? Tenger itten, hallott. Még egy 6% Tibike. Ja, láttam, néztem. Na, azért ez már kezd alakulni. Nem tökéletes, de nekünk pont megfelelő, úgyhogy. Oké. Okay. 22 zaj. Oké. Okay. Rendben van. Itt van velünk egy angol úriember is. Mert? Nincs itt? Nem jött? Kicsoda? Laja. Laja az úton van, az úton van, azt írta nekem. Úgy mondta, hogy utaznak már hazafele. Arra írtam neki, hogy tudja még, hogy jobboskod neked is, vagy... De a balos jobbos kanyar, mi? Ha. Majka, jöhetsz ide is. Csak a 15-ösön. Igen, itt vagyok én is, csak a hátad, mert vissza kell forduljál. Hú, nincs mennyi izé van, műtrágya van itt. Hát valaki műtrágyát, ennyit. Hát jó, működik az a normális, ha megtölti a izét. Hogy is hívják, ott itt van majdnem egy kamion műtrágya zsákba. Mi a tempóma? 20. Na, végre sikerült rendesen feljutnom, megszórni a tetejét, úgyhogy... Tempomatod. Van egy kis terület, ahol lehet számítani. 20-an megyek. Az egy pont egy kamionnyi adász. Azért mondom, hogy itt van egy ízi kupacca. Az pont. Majd fogom szivatni és berakom a izével, tárolóba, mert... Fogja a szervert, ez a sok idő doboz. Hozhatod okay. Ez egy gyümölcsösbe. Trágyát? Mi trágyát? Igen. Visszafordulunk, Majka. Jó, Sanyi. Ügyön arra. Sanyi. Fele vagyok. Igen. Mindegy, most már Zoli itt van. Jövök ide Tibihez. Ha ez Tibi... megvan, hova? 1-es, 14-es? Szerintem az. 1-es, 14-es. 16-os meghagyjuk Szemesnek. Ja. Az Oli meg te lesz? Meg te lesz? Hát itt vékonyk a csík. Most. Jó. Jó.
Akkor menjünk, Tili. Na le. Tibi, válasz ki a földet. Nem, nem, válasz ki a földet. Megyünk az egyesre. Egyes. Egyes. Jó. Akkor ülj le egyes. Menjünk egyes itt át, Tibi. Át, nincs tapozás, bekapcsolva látom. Na igen, most már így, így jól be tudtok tolatni. Bocs, Majka. Amennyire csak tudtok, gyertek föl Tuninga tetejére, aztán úgy. Kuplunk, egyes, és mehet. Szia Zoli gazda, hello. Egyelőre beállunk a többiek mögé, ott a túl végén. 6 ez 1. Tesz egy kívül? Nem innen. Akkor vigyük innen. Szerintem te jöttél be, tesz még egyszer. Én itt vagyok benne. Bocsi. TS-re. Aki... Le a kifajtatás. Nem lehet, hogy a fiad? Lehet, hogy a Márk? Trollkodik. Nem, elvileg kidobta a teszt. Aztán a tesz egy néven most bemaradt TS-re, lehet, hogy megszakadt a net neki csak. De hallatok? Hallunk, persze, hallunk. Akkor jó. Hát persze, mert a Márk is izé, megy neki is az égép. Hát, hogy ez meg valami... Lehet, ez meg lehet, hogy... Összeszerekedett az asztal, Atesz? Összeszerekedett? Úgy szerekedett össze, hogy már csak össze kéne rakni. Toba majd a kvaddal... Egy nap Vadda a Toma, majd gyere át ide a tetejére, aztán itt lehet taposgatni már. Nem akartam, mert okay, még el kell pakolni a gyereknél a szobából. Értem. Annyira összeszerettem, hogy már csak meg kell minden tizéni, húzni és kész. Akkor BGA-ba visszük? Igen. Majka. Itt mi mindjárt visszafordulunk, Majka, nem menjünk meg a többieknek. Ha teszi meg, majd keresztbe vágjuk a földet, jó? Keresztbe, hogy kell? Így? Hát nem. Ezt nem itt kell, hosszába kell úgy venni. Úgy, hosszába. Gondoltam. Majd most mennyi elő? Hallja már, hogy visszafordulok, visszafordulok. Hallod, Tibi, mennyi ottam? És akkor így szépen, most oda-vissza tolatsz? Fordulok egy pillanat. Oké. Okay. Oda mész, akkor beszegsz középen. Oké. Okay. Jaja. És ő bevágsz közé. Állj mögém, aztán csak vagy. Ha oda akarok, majd, majd ide mögét beállok. Aztán... Annyira... Már csak az egyes van? Meg a, meg a 14-es. Ja, meg a 14-es. Ja, 14 megy szemesnek? Nem, 13-os. 16-osnak. A nagy tábla, 16-os. 16-os? 16-os a repce van. Van. Akkor a 14-es megy nemesbe. Mm-hmm. Jó, oké. Okay. Akkor már csak az 1-es van szecskában. Jó, rendben. Hát most lesz rendesen szilázs, úgyhogy... Tari! Oké. Okay. És? Ajaj. Jó, nem, nincs taposás. Nincs taposás, úgyhogy nem... baj az. Karon, ha akarsz, beszállhatsz helyettem szecskázó gépbe. Nem, most itt el vagyok az izéval a pakolással, mert végre kezd valami kinézete lenni a dolognak. Oké. Okay. Aztán talán jó lesz, ha minden összejön. Nem egy silómester minőség, de... de azért egyáltalán nem rossz. Ezért voltak, Morris Landen voltak, akkora síló gödrök hallott, hogy fú, nem is tudom, 20 millió fért bele, vagy mennyi? Hát azért a horsmapon se kicsi a sílótároló, a nagy Horse Aggravation-en. Horse Aggravation-en? Nincs is rajta síló. Ha, nem ott van egy nagy silótároló? Nem igazán, vagy nem tudom, mire gondolsz. A Horse Aggravation még BGA-s nincs.
De ott az igaz, ha a forsagló és egy nagy tábla van, mert ezt nem is tudom hányan izé szántottuk. Hát ott nincs BG-je. BG-je, hát ezt nem tudom, hogy... Meg gödör sem, meg semmi sem. Azt úgy tettük le külön, úgy emlékszem. Ja. Ja, ja. Azért tudom, mert... Mama, az nem a mapnak a saját tárolója? Sima nem. Tárolója? Majka, a másik oldalról. Nem fogsz tudni feljönni. Megpróbáljuk. Az biztos, hogy nem fog menni. Na már, ezt hogy csináltad? Sem tudom. Itt gépállat van. Gépállat, ennyi. Gyönyörű volt. Meg kell tapsolni. Hol a szív? Szív még szabadságomnak. Szív, ez... Meg most... Két vájára, ez kivette most a szabját. Kicsit szórtam ide kívülre, és ezt össze kéne szedni. Ez az univerzális pótkocsi. Jövök, Sanyi! Ez szedi a szalmát, ez szed mindent, ez mindent szállít. Beraktad? Jó, basszak, ez így nem jó. Dajt, ez csak dajt mellett, Toma. Én csak annyit mondok. Ja, bocs. Télen bábolnál láttunk meg én egy szép feketét. Volt tavaly is. Ja. Gondolom, várj egy kicsit, Toma. Gondolom, hogy a 7000 szériából a 250-es. A tesz majd állni, mert fölmegyünk. Szerintem azt láttátok. Betöltjük a lukakat, azt fel. Fele vagyok, Tibi. Hát figyelj, Marka, megnézed a bábolnás videót a YouTube-on, aztán meglátod, hogy melyiket láttuk. Nem már a 9-es volt benne, egy kisebbik. Nem, valami... 7000-es, de abból a 250-es szokták a TTV-t. Valami Vario volt. Az volt, az volt, nagy volt. TTV valami... 7250. Valami esmi, ja. Még figyelgettem, ENSZ megfigyelő voltam. Visszamegyünk ugyanarra a sorra, ne legyen görbe a egyenes. Nem bánom. Hújj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 új
De itt a tetején van, nem teljesen sima. Azért mondom, én nem úgy csinálom, mint Renko, hogy föltolom, hanem én beszoktam így szórni a lukakat, aztán ennyi. Hát. Két módszer, de majdnem ugyanaz a végeredmény. Csak hát ugye az a baj, hogy ez egy alap New Holland kerekes rakodó, és annyira nincs benne lóerő, hogy kb. Annyi van benne, mint a pick-up-ba hallod. Van benne talán 180-160. Lehet, hogy a kerékhajtásra van kapcsolva, nem segítene semmit? Be van, segít neki, mert följön, segít. Csak azért mondom, hogy olyan kevés benne a lóerő, hogy alig, tehát ilyen... És próbáltad már ezzel a New Holland rakodóval? A New Holland rakodóval. Miről beszélsz? Hát azt mondtad, hogy GC, nem? Nem azzal pakolsz? Nem, nincs berakva a GC. New Holland-dal próbálom. Ja, New Holland-dal? Csak a gyári van benne, azt mondom, hogy kicsit... Hát mindjárt mondom, van benne... Hát 234 lóerő. Tehát nem a legerős. Hát tuning azt 20-on föl majd ide rendesen, azt nem így kellett volna borítani. Amennyire lehet, hogy tetejére borítsátok gyerekek, mert azt most mind föl kell hordani majd. Arra kell a Volvo, annak nagyobb a kanala. Hm? A Volvo-val. Hát akkor gyere a Volvo-val aztán. Kanal az beljebb egy kicsit, mert... Tele? Mi csináltuk ilyen 250 ezeres kocsikkal, ahol pont jó volt, mert egyes tempomattal ki lehetett rakni, és egy olyan csikot húzott, mint a töltés, és föl lehetett menni a tetejére. Hányos kocsik? 200? 50 ezer liter. 250 ezer liter. Hol láttál van pótkocsit? Módolt. Módoltba. Ment az, ment abba? Szerintem nem. Abba van még szalma, gyerek. Lesz szalmát benne.
Szecskát jelez 18.300 liter csanya. Hát pedig van szalma is. Kívülről látszik, hogy van benne. Azért az a pótkocsi, az a fendes pótkocsi, az bugos. 22-re állítsa. Hát azt tudom, hogy szép lassan mennyire. Az a baj egyébként az a Volvo-val, hogy annyi a max magassága, tehát nem lehet följebe menni, azért nem. Nem a legkutibb. Manitou, hát a Manitou az itt összeszarja magát. Hát Manitou az kicsi, te. Az. A Manitou az ilyen kis fütyis, tehát az nem erre az való. Az 129 lóerő. Matthias, köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán. Zoli, majd ide a lukba, ha tudod, akkor boríts be, léci. Duszabál te meg a másik oldalra. Hagyjad Toma, hagyj borítsák, majd utána pakoljuk. A teteje egyébként már kezd egészen egyenes lenni, még egy-két luk van, majd azt feltöltjük. Na, ebben van már 1.6 millió. Ja, valami ilyesmire gondoltam. Másikban meg van 1.5 millió, tehát több mint 3 milliók van már. Ide is majd, ahol vagyok, itt ahol ugrálok ebbe a lukat, ezt kéne feltölteni majd. Ennyi, Zoli oda emeli, és így megrázza a pótkocsit, kirázza belőle, mint a filmekbe. Rámrogta a pótkocsit. Olyan, mint a Tetris, ez nézd ki, össze-vissza. Jó, hát egyébként a valóságban ugye úgy szólt, nem így néz ki, tehát ilyen valóságban ilyen nincsen, mert ugye itt a középső betonfal nem lenne. Akkor szépen ilyen, mint egy ilyen nagyon-nagyon keskeny rámpát szépen így beleeresztenék, és akkor így nagyon-nagyon picike lenne az emelkedési szöge százalék, és akkor szépen lassan feltöltenék ugye az egészet, tehát nem így csinálják ezt egyébként ilyen akrobatikus mutatványokkal. Most akkor leburogatják egyetbe, és van egy embernek, akinek az a dolga, traktora vagy rakodógépe, hogy ami benne is van, ez a Holorász, a tolulapa túrja össze, meg tiporja. Nem, Bálint, nem szeretem a focit. Hát én sok videót néztem, mondom, a legtöbb az, ahol tényleg ilyen nagyon nagy volt a gödör. Igazság szerint nem is gödör volt, mert szerintem tám még két méterre nem is volt magasabb. Ennyi. És tényleg nagyon kicsi volt az emelk, tehát akkor nem csináltak ilyen nagy izékat, ugratókat. Ja, de nem, nekünk van még akkor, de a csikot szedjük le, abszél ezt a csikot. Oké. Okay. Na, jó, sikerült, jól. Hogy kapar a hátsó kerék? A diffizár nincs bekapcsolva. Hát nézzétek meg, a New Holland is a Volvo-hoz képest milyen kicsi fit is. Fele akkor. Fele vagyok, Tibi. Most akkor ez most hogy működik? Az első meg a hátsó zöld az a diffizár? Igen, az első hátsó zöld az diffizár, ha zölden világít, akkor vannak bekapcsolva. Aha. Majd a te is oda folytatólagosan létsz, jó? Akkor csak a sárga, sárgának kell világítania? Ha a sárga világít, akkor be van kapcsolva az első kerékhajtás. Aha. Te meglátjuk, hogy mit csinálunk. Oké, tele vagyok. Többé bácsi, itt vagyok. Ja, de ahhoz még akkor be kell kapcsolni a Ctrl Space-t, meg a... Az az irányváltó. Ja, persze, mert most nézem a pedálom, és csak egy pedála működik. A fék az. Igen, ha bekapcsolod a Ctrl Space-t, akkor az N-del kikapcsolod a Casey féket, és az Insert-tel mész előre, a Delete-tel hátra. Aha. Gyerekek, gyönyörű lesz a teteje, szép, sima, mindenhol föl lesz töltve a lukak. Nagyon jó lesz. Még Mr. Sílómester is meg fog dicsérni minket, figyeld meg.
ha tudomást szerez róla. Szerintem mizért 12-ezik ő. Jól tudom. Nem tudom. Nem, zölden világít a diffi, akkor hajt mind a négy kerék. Akkor van bekapcsolva. A diffizár akkor van bekapcsolva. Ha a sárga világít, akkor az első kerék is be van, vagy az első kerék hajtás is be van kapcsolva. Igen, de a sárgán világít, az nem tud ízni pirosan. Az nem tud pirosan. Ez sárga. Az vagy szürke, vagy sárga. Igen, mert most, hogy rálépek a gázra, akkor csak a hátsó kerék kapar. Ha bekapcsolom az izét, a 9-est, akkor mind az összkerek, akkor meg szépen indul. Mennyi lesz még kávé? Hány pót kocsival? Most érek vissza. Hát nálam lesz egy, az biztos. 2-3? Jó. Nálam egy keskeny csík darabka van még. Jó, hát akkor nagyjából egyenesen majd kihozzuk. Jó van, akkor én szerintem lehet, hogy hozok egy izét, rágya szóló pótkocsit, és elkezdem izét szólni a földeket. Jöhet ide, Majka, mindjárt tele. Látom a sort, azért is jöttem, ide fordultam. Tele. Full! Mondom, ez belefér, amit van majdnem, hogy... Már nem is megyek vissza, mert már nem kell oda már. Feljutni. Majka, majd állj be kettőnk közé, ha ide értek, jó? Na, gyerünk, nincs fel a segged ahhoz. Na, látsz még való nagy lukat? Hát, nem. Milyen kisebbek vannak, de szerintem az belefér. Torsítsunk, Tibi! Nem kell. Nyuszod be ide, bal oldalra kéne, van egy nagy luk. Ha neked bal, vagy nekem bal? Ha nekem is bal, meg neked is bal. Köszönöm, Tori. Ez utolsó adag 60 ezer, 63 ezer. Igen, lent a sarokban az a jel, az egy mód. Mi volt múltkor valami T, nem tudom micsoda? TSX Enhanced Vehicle, vagy valami ilyesmi. TSX Enhanced Vehicle, vagy valami ilyesmi. Négy kerék meghajtást rendel. Azaz, jól mondod. Úgyhogy valami ilyesmi mód. És de a silónál, amikor van rakva a gödör, akkor hasznos tud lenni. A silózók bérelben vannak? Igen. Igen. Quad rendesen belesüllyedt, hallod a izébe. Szecskába. Hát igen, tehát a második próbálkozásunk azért már jobban sikeredett, mint ott lent jobb oldalon az a első szétterített nagy pacsmag, de hát mindegy. Hát így látszik a fejlődés így. Igen, tehát, hogy kezdtük meg, hát, hogy milyen honnan indultunk meg, hova jutottunk. Ja. Jézusom, ezek jönnek előről, hátulról, hallod mindenhonnan. Én megyek, levágom a 14-esen szemesre a kukoricát. Oké. Akkor itt a vége? Ennyi volt? Nincs több? Igen. Ennyi. Valaki hoz még, vagy már nem? Ez az utolsó, ami nálam van. Jó, akkor léci, úgy borítsad, Majka, hogy... Hát megpróbálom, úgy, hogy jó legyen. Meg Zoli, te is, hogy úgy valamennyire el legyen osztva, jó? Tehát ne egy oldalon legyen egy nagy kubacs, hanem amennyire lehet normális legyen.
Oké. A végét meg összehúzom. Tesz, nem fermentált kéne szórni? Nem tudom, de itt most rajta vagyok a trágyaszóron. Arra fele majd szórjuk a fermentált itt, hogyha már itt vagyok, már akkor a táblát beszórom ezzel most már, ha itt vagyok. Megyek meg egy kibit segíteni arra. A hetest fejezd már be, mert ezt elkezdtem. Hetest, mert itt, ja, jó. Szerintem elég is lesz rá az. Jó. Most, hogy nézem, a taposás miatt itt, vigyázz, Toma, még egy kicsit itt vannak lyukak. Ahogy nézem itt. Na, szerintem le is megyek már, úgyis szelsz az a vég. Jó. Na, egy kicsit megint kiszórtam, még összeszedem. Ez hogy van megszólítani? Édes Jézusom, ez miért szedte innen ki? Ezért nem jó a félig autóvalós izé. Muszkurzin, köszönöm a követést itt a csatornán. Akkora részt kiharapott onnan. Csinált nekem egy lukat? Igen. Mindegy, visszaszórom, ha tudom. Gyerünk. Többi, visszavittál a pont kocsit? Igen. Köszi. Segítek neked, jó? Ja, azt a tudtad, meg be kell vinni a izébe, a üzemanyaggyárba, jó? Persze. Meg van ott izé, komposztot, meg ki kell hozni. Jó, rendben. Néztem amúgy, nem rossz, a Stevie-nek az IH kombányja sem nagy. Jól meg van csinálva. Lehet variálni azt is többféle módon. Ne használjuk. Óvatosan Zoli, mert én is előbb kiszórtam a gödrön kívülre. Oké, rendben. Na, csak ennyit akartam összeszedni. Nem azt a nagy részt kihasítani belőle. Na, és akkor ezt a részét még itt a sarkot összekapom, és akkor itt már nem nagyon jöjjünk le, és akkor ez már készen van ez a fele. A másik felét ott lehet egyengetni, de... Tibi, te nem azt mondtad, hogy mész aratni? Habci mondta szerintem. Habci mondta? Én mondtam. Akkor megyek neked segíteni, Habci. Oké. Kukoricázol? Igen, 14-en. Kivel? Kukoricázik, tengerizik. Tengerizik? Ő nem kukoricázik. Ott azt tomára van. Szóval ma ízét eltest. Menjek két három csíkmány belefelel. Szóval mozzá a sárga. Nem csippentek le belőle. Szárga trágya szóróval. Ilyen nagy szóró hol van? Szia is a hello. Jó kis munkát neked, vagy jó pihenést, kitartást, mindent a... éjszakai melóhoz. Jó szórakozást. Van ilyen nagy szóró, vagy nincsen? Milyen nagy szóró kell? Egy darab van nálam, trágya szóró itt sárga. Ajjajjajjajjajjaj, Zoli. Melyik a kompott szórót mondod, Csanyi? Igen, arra gondolom. Itt van a pellet gyárban, melyik? Van három darab.
Hol van? Belegyárban. Meg is, van is benne. Páf, az összes gépet elrabulja. Antal Sándor, köszönöm szépen a követést itt a csatornán. Na jó, én innen lemegyek, azt szerintem ezt le lehet zárni. Vigyem neked oda, Sanyi, mert aki én megyek, akkor izét szólni. Folyékon trutyit. Mindegy, mert akkor megyek én folyékon szólni. Marci, neked is köszönöm a követést itt a csatornán. Szerintem mind a kettőt le lehet zárni nyugodtan. Oké. Okay. Na, tehát a folyékony az hol van? Folyékony az a volt? Folyékony van nálam is. Trágyaszoró, az izét injektálót kérdezi. Szerintem az nincs vége. Van? Kukorica és minden áron, azaz. Egyik Timers-nél ilyen vicces nevek voltak. Nekem a telefonomban az egyik ismerősöm a mai napig úgy van benne, hogy bármi áron. Ennyi. Na. Szóval hát az első gödör az lett ebben amilyen, mindegy, ezt lefedjük. 100%. Jó. Nézzük. Megvárjuk, míg Zoli lejön. Ki van táblázó, hogy Aktung. Szilás inden silóz wird nur gespechert, wenn die Bege zuvor gekauft wurde. Na, menni fog ez kanont. Komolyan, angolul tudsz. A német az már könnyű utána. Na. A végére megtanulsz. Ja, a végén már mondod, hogy tose hé. Na, mindkettőre van takarva. Na, akkor köszönjük, uraim. Lehet menni szántani, ugye? Vagy most szórtok és utána szántani. Szórjuk azt utána. Akkor a quadot. Visszavitted, Toma? Visszavittem. Köszönöm. Végére. Akkor a quaddal megyek aztán. Szántok egyet. Na és akkor hol van a harmadik komposztszórunk? Tudom, nem tudom. Nálam itt volt egy, de azt valaki elvitt. Hát most nem arra össze volt szó, hogy folyékony szórunk? Hát egyikre szórjatok ezt, másikra azt, tök mindegy, nem? Itt fönt most itten azért szórjuk a komposztot. Ott lent arra szórjátok a folyékonyat. Akkor valaki viszont hozzon. Vagy Tomás szórod, mert akkor itt hagyom neked. Én meg fönn megyek folyékonyat szólni. Jó, akkor szórom. Akkor. Úgyis még itt az ötöst is be kell, akkor azt megcsinálom. Hármast is be kell. Hol kezdtek szórni? Nem vitte valaki a tanyáról egy kék-fekete kukoricaasztalt innen? Én nem. Én se. Én sem, már nekem fehér van. Nekem meg zöld. Nekem meg nem semmilyen gondolok. Nekem sincs semmilyen. Nekem sincs. 26.000 liter fermentálozik? Az nem sok, mi? Nálam van majdnem 4 millió. Hát akkor azt lehet szólni. És miért ott tárolok? Darabig. Miért? Hova tegyem? Nem, majd elviszem hozzád. Nyomd ki oda a tóba, vagy a izébe, hallod? Két gyűjtögető tároló az, nem? Mi kell kotorni valami placot? Pepe, ez az előző életében gyűjtögető volt már. Izé, kleptomániás, nem? Nem akarok hülyeséget kérdezni, de a horsekke ki lett szedve? Az ki lett, igen, ki? Ha nem használtátok, most minek legyen meg. Hát jó, most pont gondolkoztam rajta ez a nagy klozett helyett, de mindegy akkor. Szerintem én voltam az egyedül, akire használta. Hát most lehet én is használtam volna, de nem baj. Akkor na, hol szórjátok? Én a hármas közben meg. Habcit, te használod? Azért kérdezem. Én nekem volt is, azt hiszem, a izémen, a kis farmocskán. Én mondom, én azért nem szeretem ezt a nagyot, mert mindenbe beakad. Katasztrófa, húzod elni.
következőn is majd visszaveszünk, aktiválni. Én is azért szerettem azt a kisebbet, mert azzal könnyebben lehetett mozogni. Meg valamelyik szecskázót hiányolták még a többiek. Ja, klassz, de azt mondja, az nem klassz, volt jó. Klassz, az nem volt jó, nem volt jó, azért szedtem ki. Mondtam, aha, hogy beteg volt. Igaz, igaz. Meg beteg is volt, meg keskeny is volt, csak 7 métert vitt az ember. Én még mindig nem végeznénk szerintem. Mondom, az csak 8-850-es volt, a 900-ashoz volt 9 méteres. És próbáltam fölvenni ezeket a gyáriakat, nem veszi föl. Sajnos. És a hármast azt melyik sarkán kezded, rifás csávó? Hát, mivel hogy nincs ez, itt, innen kezdem itt dalul, a BGA felül. Akkor megyek, majd megyek utánad. Az a legegyszerűbb. Fermentál 15 millió, Jézus már. Mennyi? Annyi van? Igen. 15 millió. Nézd meg, nem találom az egyenest. Fefe az egész izé héten termelt. Hát azért már az összes cukorrépa meg minden lószal ide lett hozva hozzá. Mondom, hogy gyűjtöget. Fefe meg elégette. Pénzt is csinált, meg elégette is csinált izét. Fermentált, ja. Hát akkor az... Jó, ja, nem. Ja nem csak 1 millió. 1 millió 552 000. Jó, az 1 millió is ám, nem kevés ám. Jó. Kell venni izét. Hát most itt a izénél is lesz majd, vagy nem tudom, hogy... BGA-nál. Csak 26 van. 26 ezer. Láttam, tuning a fendek nem produkáltak a erőversenyen. Szia Totya, köszi, hello. Ilyen erőversenyen. Nem, húzóversenyen. Melyiket? Belinkelté. Ja. Ja, nincs taposás, aha. Tudunk amúgy azt a kettőt nézted, amit küldtem? Persze. Szép volt, Zoli. Bocsi. Nem fölmenti a szarlagkorlátra, mint a cirkuszi akrobata. Kötértánc kezdéknek. Igen. Kukoricát mert hova vigyem? Ide Silóba, ide a központi Silóba. Majd ott leöntöm. Nézzük csak. Körbe-körbe megyünk. Sanyi az ízét szor? Trutit? Aha. Megjövök után. Valaki orthatná neki az ízét, a fermentáltat. Nem ártana. Haladnánk is. Holnap melyik mapon leszünk? Elméletileg a PV-n ki akarunk próbálni egy újfajta D11-es bulldozert. Kikotorni a tónak az alját. Bárhol berakták azt a kotornivalót. Sem tudom, hogy meg a kotorja, az iszapot.
passz. Hát maximum bele, várjál, hát, majd meglátjuk. Hát hogyha izét úgy működik, mint a rendes markoló, akkor muszáj kotolnia neki. Elvileg kéne. De hát én szerintem az összes ilyen, tehát ott fönt a szenet, az összes bányában, meg a vasat, meg minden ércet kellene neki tudni mozgatni, mert azért van, tehát. Na jó. Tehát az összes ilyen, ami így halmozható. Azt vinnie kellene, tehát maga előtt tolnia. Vanilla farming? Semmikor. Vanilla farming? Milyen az? Hát amikor csak alapgépekkel, de nem lesz. Vanilla Minecraft volt. Én azt hittem azon farmingozni, a Vanilla Minecraft farming. Na hozzol a kizer bent át? Nem? Hozz, persze, ebben mész, azt hozom magadnak. Én is azt csinálom. Az igen. Önkiszolgálóban. Akkor várj, ifás csávó, hozok egyet, mert addig úgyse tudok szántani, csak kéne egy pótkocsi, meg egy kamion, amivel tudom hordani. Megyek, akkor. Vagy akkor jön Zoli, akkor hordja. Akkor addig lehúzom azt, amit a tesz letolt. Kifás csávó félre megy, akkor még be is tudom talán fejezni azt a csigot. Testvér traktor, csak a zöld. Ez meg piros. Az meg kerekeken gurul, ez meg gumihevederen. Na, gyerünk tovább, adasz. Kvadnak való feladat. Szevasz, Shingokui, hello. Mi a helyzet? Mark nincsen, nem tudom Mark merre van, Atesz tudja biztos. Mark, vagy fönn van? És nem jön? Nem akar egy kicsit dolgozni? Rá kéne még rakni a módokat, meg azokat, ami hiányzik meg. Akkor Mark most pihenőben van. Most kukkolt eddig, azt most a... Most kukkolt, ja. Kukkolt. Mark most kukkoló. Átvette Dengutón. Na, akkor megyünk ott tovább a szélén. Most jól elkülönül egyébként ugye a kicsit ilyen, hát én nem is tudom, narancssárga, zöldes, nem tudom, a fermentált, ami ki van szórva, és ugye ahol nincsen szórva, az meg még olyan száraznak tűnik, úgyhogy jól elkülönül a kettő egymást részre lehet venni a különbséget. Csongi, nincsen már luc, ki lett kapcsolva a luc, megszüntettem a lucot, nem zavar már be a luc. Vagy hát... Na mindegy, már nincs.
Hát úgy kifejezetten baj nem volt vele, csak... Hát egy, hogy általában csak nagyon-nagyon pár ember használta, úgymond, tehát tényleg ugye Csikbaró meg Doxi volt ugye a legtöbbet, aki küldött lúcot, és sokszor ugye amikor megy a szöveg, akkor már nem is nagyon tudtam felolvasni, mert éppen valamilyen diskurzus volt, aztán volt, hogy elmaradt, akkor már nem olvastam föl, de mindegy, figyelj, most nem pittyek bele, nem jelenítődik meg ott semmiféle reklám, meg semmi egyéb dolog, úgyhogy most nincsen lúcs, ennyi. Azt mondtam ott visszafele még, hogy ott még egy szélességben el tudom-e húzni, megnézzük. Mert ha igen, akkor még azt is lehúzom, bár lehet, hogy olyan szélesen nem lett szórva, bár... Hát még azért itt ez majdnem egy eke szélesség, úgymond. Szevasz Győző, hello, hello! Itt egyébként Twitch-en valahogy annyira nem használták a nézők a lúcot, mint YouTube-on. YouTube-on sokkal többen használták. Valahogy a Twitch-en ez annyira nem jellemző. Valamiért nem tudom, vagy mindegy. De hát ott vannak a bitek, meg az összes többi lehetőség, úgyhogy ha valaki bármit ilyet is mit szeretne. Nincsen fel... Fefénél van a fermentát. Állam van. Ott kell feltölteni. Lesz-e még valamilyen szimulátor? Hát figyelj, a ETS-ATS szokott lenni. Tegnap Minecraft volt, mostanában ezek a játékok mennek. Igen, Zoli, nem, az nem ingyenes, de figyelj, igazság szerint most aki szeretett volna küldeni, tehát mondom, elenyésző volt, tehát visszatudom nézni, tényleg elenyésző volt a lúcok száma, tényleg a legtöbbet ugye Csíkbaró és Doxi küldte, hogyha valaki annyira, akkor mit tudom én, hogy is van, 100 bit talán 1 dollár, vagy nem is tudom, és egyesével a biteket el lehet küldeni, mindegyikkel lehet akár üzenetet küldeni, tehát az kijön ilyen 3 forintra egy darab. Tehát ha valaki szeretne, akkor azt is tudja használni, vagy szeretné. Nem hiszem egyébként, hogy ha ennyire kihasználatlan volt a loot, akkor most hirtelen, szia Andris, ennyire igény lenne rá, mert eddig is mondom, nem igazán voltuk kihasználni például a YouTube-on a lúcs. Valaki tudja, hogy lehet ezt a... Nekem megbolondult a kormány vagy a beállítások között, mert mikor a féket nyomom, akkor megy előre a beállításoknál, meg amikor benyomom a tempomatot, akkor is hátrafele indul el. Gondolom ez az Y-tenger járt van fordítva, azt hol lehet visszaállítani? Gondolom te is Angliába jártam, mint baja. Nem. Hozzá kell délőtt szokni, ízél Magyarországot. Délőtt még semmi nem volt vele. Jaj. Ezt ki kell menni a játékból. Ott van a beállításuk. Ott van a beállításuk. Hello, hello. Na? Érkezik ide fermentált, hogy? Jövök. Jövök. Oké. Okay. Pill és jövök vissza.
Igen, egyébként azt írja, 1.700.000 liter fermentált van összesen az összes sílóban a mapon. Mondjuk hitrágyából csak 269 liter. Ez jó, hogy így össze szedi az összeset. Az izében jó sok van egyébként, komposztból majdnem 4 millió van. Ezt is lehet szórni. Na, megjött Zoli. Hát itt még nagyon sok minden nincs ezen a mapon, úgyhogy még sok mindent le akarunk majd rakni. Ja, ez az Tui... Ez az Tui féle tartály? Igen, igen. Fefe 17-esre már egyre levágtam. Oké. És jobb, mint az MKS? Hát, Fefe, te többet mentél vele. Jobb. Színezhető, színezhető is. 50 és 100 ezer. Melyik fülnél van, vagy hol van? A jószágoknál. Jószág. Ja, itt van Garant. Oké, Zoli, várj. Mindjárt jövök, fölrakom ezt a három modot a gyereknek, ezt a... Oké, okay, akkor... Jön segíteni, mert kevesen, mint látom. Akkor te multi. Ja, hogy ennyire tervezhető, aha. És akkor a... Ja, ez lett átrakva a Garant, aha. Jó, a másik az meg a vizes tartálya. Ó! Oh. Gyere Zoli vissza, az jó lesz, csak... Oké, okay, úgy de gyorsan szippantad az. Jó, tele. Mindjárt jön a tesz, az folytatja. Kipróbálni most úgy nem fogunk vadonatújat, a holnap a PD-n fogunk játszani, a Pleasant Valley-n. Ott van egy... Most kijött egy új kotrógép, azt akarjuk majd kipróbálni, D11-es Caterpillar. Valóságban is létezik. Azzal megpróbálunk majd kotorni. Most egyébként új map annyira, legalábbis például a modhában mostanában nem nagyon jön neki új modok, ahogy néztem, eléggé megálltak valamiért. Vagy ugye mindenki most patchelgeti a dolgait a utolsó javításhoz, meg a Seasonshez, meg a Global Companyhez, vagy nem tudom, de vagy mindenki ugye arra áll át, azt csinálgatják, úgyhogy most egyre nem nagyon van olyan túl sok újdonság. És lehet, hogy eltart egy ideig, míg ezeket megfelelő módon meg tudják csinálni, át tudják alakítgatni. Szevasz Zoli gazda, hello, hello! Tehát, hogyha a Nordnak jön a jövő héten a 2.3-as verziója, akkor lesz sörgyár, akkor majd azt is megnézzük, ugye oda kell majd valószínűleg vizet innünk, árpát, meg malátát, abból lesz sör. Meg kom... Ja, meg komót, ja. Ló, no, majd. Milyennek a piros gépnek a neve? Quatrak. Kész IH Quatrak, ez a kedvenc trakeszom. Volt jól néz ki. Láttam most nem csak képeket, valami új videó is volt, de a képeken van az a T betű is valami kerekes rakodó klassz, azt hiszem. Mert az előzőleg nem volt rajta textúra, vagy valami fehér textúra volt, vagy ilyen nem tudom milyen textúra volt. Na mindegy, azt láttam, jól néz ki.
Hát majd alakul. Még odébb van, mire jön, úgyhogy... Még azért várni kell rá egy keveset. Ó, tuning, ez pont belefér. Zoli, hozol ifás csávónak? Igen, már úton vagyok oda már. Köszi. Felé, tök csak meg kell, hogy... töltsem. Na, egy része most már megvan. Fő van szántva. Meg is van trágyázva, nagyon jó. Bent? Nem ismerem. Mindenkit én sem ismerhetek. Azt nézem, hogy ja, azt már izének veszi. Dupla szórásnak. De nem baj, hát. Tök mindegy. Szia, András! A gyerekek, a jelentkezőkkel mondom meg, majd hétvégén tudok foglalkozni, de idáig nem nagyon értem rá, úgyhogy mind a farmingra, mind a Minecrafthoz, aki írt jelentkezést, majd hétvégén beszélünk, csak... Na, Majka jön vissza. Csak nem volt időm a munka miatt a héten semmire kb. Meg egyébként is ezt inkább úgy hétvégén kell intézni. Skobi, köszönöm szépen a követést, üdv a csatornán. Na, lassan 750 követőnél járunk. Szépen gyűlik a banda. Na, ifás csávó, hogy akarod? Józan, menjünk a gáttásra! Menjünk! Akkor én ezt kiürítem, azt megyek. Van a négyetlen is azt mondom, hogy nem éred már. Befe, majd megyek utána, ott csak kiürítem, jó? Oké. Okay. Még ott elő lehet, van egy kicsi. Hol? Melletted, majdnem. De várj, levágom akkor. Való kukorica? Amit aratni kell? Már nincs. Már nincs. Már lejött minden. Van most Hitman 2 új, de figyelj, az izéhez kell, tehát akkor lesz új olyan emotikon a 15 előfizetőnél, tehát akkor kapok egyet pluszban. Most
Ez az egyik új, de ez a 10 dolláros feliratkozáshoz van, ez a Caron Farmer. Ez pedig a 25 dollároshoz van, ez a Tag Life-os, ez a Gangster of szemüveges. De olyan, ami a izéknek van, a előfizetőknek, az 15 előfizetőnél lesz majd. Tehát akkor ad a Twitch. Jaj, Zoli, pumbagy. Igen. Addig ugye. Nem tudok. Pillanat, és itt vagyok. Valamikor nem akarja az igazságot. Elvileg kéne neki. Vágjunk a Lucernát? Nem, megyünk a 9-esre. Akkor menjünk. Jó, most megy. Oké. Okay. Csak a 14-15-re mész is kell. Ezért követténél lesz-e valami live? Figyelj, folyamatosan vannak live-ok, ki van írva mindig, hogy mikor. Általában kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton este. Mivel meló mellett csinálom, így csak ilyenkor érek rá a streamelésre, úgyhogy... Igen, Hitman az csak a izék használhatják, csak a subok használhatják az emotokat vele. De hát az eddig is így volt, a izéknek nincs, tehát... Vagyis hát van, mert múltkor itt volt ugye ajándékozás, nem is tudom... Azt hiszem, Drenko meg Kacsa is ajándékozott, ha jól emlékszem, vagy hogy volt, tehát... Tehát ha éppen itt van valaki és néz, és akkor ajándékozik valaki, akkor ők is kapnak... Ja. Nem, hát ha a Nordon lesz sört, gyere, akkor csinálunk be baszós lájot. Csinálunk majd sört. Ennyi. De lehet egyébként, tehát kifejezetten a ezredik feliratkozót megünnepelve lehet különleges live persze. Vagyis követőt, bocsánat. Ezt mindig keverem a YouTube meg a Twitch-es dolgokat. A Bálint úgy van, hogy amikor időm engedi, akkor meg szoktam csinálni az áttöltést YouTube-ra, tehát ami itt lemegy live-ba, az a YouTube-ra is felkerül, úgyhogy jaj. Átkerülnek oda is a videók. Na, így van, Doxi. Ezredik szerencsést azonnal kibanuljuk? Ennyi. Nem. Semmi ilyesmi. Pajka! Szimulátor rám... Dió. Most? Nem tudom, hogy le oldalra tolatsz, akkor nekem ott töltött rendesen. Most se. Ja, vagy ott túl közel kell menni, kicsi a trigger. Ja, mehet.
Na, ezután meg elmegy majd messzet szórni. User joined your channel. Hello. Mi szórás is kell. Szevasz, Antti! Hello. 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 Szia. Hello. Mindjárt jövök, ha minden igaz. Oké. Okay. Hogy jött az ötlet, hogy elkezdek streamelni? Hát én nagyon régóta játszom, úgyhogy úgy voltam vele, hogy megpróbálom. Ha már játszom, akkor tök mindegy, hogy streamerem vagy nem. Nagyon is anti. Úgyhogy ennyi. Az az atasz, fogadjunk, hogy közben pippant is egyet. Vagy kettőt. Biztos. Lehet. Legyen meg az a mikrofon, mosolygós fej. A mosolygós fej. Na, Habci, nagyon szépen köszönöm a donation-t. Na, gyerekek, 55%-nál járunk a kamera mikrofonra. Habci, köszönöm szépen még egyszer. Hadd legyen meg. Azaz, mosolygós fej. Nekem még mindig tetszik ez a kis felolvasós méni. Nagyon jó egyébként. Aztán most már csak 10 napig ér ugye ez a dolog, és utána megrendelem. Aztán majd arról is készül majd egy videó YouTube-ra, le kell tesztelni még a... Valamelyik itt dobott, de majd mindjárt megyek vissza. Bábolnás éles felvétel előtt, hogy valóban... Szerintem kiviszem a reptérre, aztán ott megnézem, hogy ott biztos, hogy fúj a szél ezerrel. Mennyire fogja csökkenteni a zajt, remélem, hogy teljes egészében kiszűri a szélnek a sűvítését, és akkor rendesen normál hangminőségben lehet majd felvételeket csinálni bábolnán, meg később bárhol akár. Na mondjuk, hát ez félrevihette volna szóróját. Így elállok vele. Kifász csávol meg le húzza az egészet. Ja, de már itt van, visszajött. Ja, arra viszem. Ja, akkor Anti, az kösz. Én egyelőre a bója mellett vagyok, igen. Én szerintem azt. Mondom, a másiknak nekem a izéje nem tetszik, az a csatlakozója, az ilyen USB-s, és ahhoz még egy külön izé kell átalakító, így meg ugye mind a kettő jack dugós lesz, és akkor egyszerűen lehet használni. Szóval én szerintem a búja lesz. Egyetlen egy ilyen unboxing videónál, vagy reviewnál láttam csak, hogy valaki szitta, mert hogy ha túl közel volt egymáshoz a vevő és az adó, akkor tehát begerjedt. De az az igazság, hogy én nem tervezem olyanra, hogy tényleg ilyen 1-2 méteren belül használom, már úgy értve, hogy tehát külszíni használat, vagy kültéri használaton lesz, és ott meg szerintem nem. Egész le van szórva? Igen. Akkor szántam. Tehát nem hiszem, hogy ott, mert megnéztem egy 4-5 videót, aki ezt tesztelte, meg próbálta, és egyiknek sem volt ilyen gerjedés, úgyhogy az az egy csávó volt szerintem, aki egymás mellé rakta a kettőt, és hát úgy meg persze, hogy begerjed. Én úgy nem fogom használni. Anti, gyere az atasz gépkibe, aztán szórjunk. Nem jön vissza? Ki tudja, mikor jön vissza. Marknak rakja fel azt hiszem a modokat, meg lehet, hogy pippant. Jó, akkor jövök. Hát úgy hívják egyébként, hogy begerjed, igen, mert a mikrofonok ugye tudnak gerjedni. És begerjed. Ezt így hívják, tehát ez szakifejezés, úgyhogy nem én találtam ki. Ja, tiadében van, mi? Akkor az... Gyere egy 15-ösre. Ja, 15-ös. Én most ezután elmegyek messzet szólni. Addé, úgyhogy... gyere! Egyelőre elég lesz a szántásból. Nem csak a mikrofon tud begerjedni? Ez így van. Annak is a hivatalos neve a begerjedés.
a traktor... Itt hagyottam, tifefe. Traktorban már 14% van, ekében meg 12. Mondjuk ez erre jó az a motélek, hogy írja pontosan, hogy mennyi az annyi. Szevasz László, mi a helyzet? László, te is jössz Bábolnára, ugye? Ha jól emlékszem, talán. Jó. Valami ilyesmi. Nem. Csak beesel a végére? Ja, már a streamnek. Hát igen, még egy fél óra van hátra. Pont itt van fölöttünk a léggömb. Itt léggömbösködik. Te, Anti, az már le van szórva, én szerintem. Na, ja, azt nézem, hogy most akkor le van, vagy melyikre kell mennie? 15-ös. Ja, jó, jövök. Szia, Máté. Na, jó, akkor jól emlékeztem, hogy jössz Bábolnára, jó van, oké. Na, jó sokan leszünk. Na, Majka megjön vissza. Meg jön Doxi is, ott lesz Safi is, meg csomó mindenki, úgyhogy. Megint csinálunk jó kis csoportképet. Viszont kaját, piát vinni kell, mert tavaly is katasztrófa volt. Én azért elég drágán mérik. Nem is az, hogy drágán, hát inni alig tudtunk, hallod, mert egyszerűen nem jutottunk piához. Ilyen izét ittunk, a vízbe beledobáltak citromot, meg citromkarikát, meg narancskarikát, azt az volt az izén narancslé. Finoman szóval limonádi. Ez a rémi? Hát valami 250 volt egy pohár, vagy mennyi, vagy valami ilyesmi, ja. Úgyhogy idén vinni kell majd vizet. Hát meg lehet kaját is vásárolni. Jó, mondjuk jó is volt, tehát tényleg akkora adagokat adtak, hogy nem emberi adagokat. Szinten. Mit kell segíteni, kinek merre? Lehet hamsterezni a 9-es földön, ha akarsz. Jó, pont földön akasztva megyek. Szalma van, vagy mi van ott? Szalma, aha. Na, Márti is jön Bábolnára, ennyi. Az a baj, sörözni szerettünk volna, sőt van, ahol meg is kínáltak minket az armatrakkos srác, megkínált minket ingyen sörrel, csak az volt a baj ugye, hogy hát vezetni kellett, és nem tudtunk inni, mert hát részegen nem lehet vezetni. Hát, ennek, és ebből mi a tanulságkoron? Úgy kell vinni, hogy van sofőröd. Hát, jó, oké, igen. Taxival kellett volna menni ez a tanulság. Jó van, László, rendben. Hát Pestről könnyebb azért, igen. Ova... Vösz, Sanyi. Annyira nézem, ez lesz. Na, akkor hármas le van szórva, fermentálta, föl van szántva, úgyhogy lehet majd belevetni akármit is. Közel kell állni. Irányot, anya. Jó, mehetsz. Ja, izéval kell menni parti busszal. Egyébként az lenne a legjobb megoldás, hogy parti buszja, és akkor lehetne
sörözni, mint állat. Hát, annak jó, aki tud úgy jönni, ugye, hogy valaki vezet, aki nem akar inni, és akkor... meg lehet inni egy pár sört. Kis hangulatjavításnak. Az a baj ottani szállással, hogy nem tudom, mennyire lehet ott egyáltalán szállást bérelni, mert... Egy helyen van 20 akárhány ezer forint két éjszaka. Az igen. Az nem olcsó. De nem tudod, hogy mit kapsz még már, lehet, hogy van valami extra is. Hát annyi pénzért nagyon extrának kell lennie. Lapos tető. Nem, egyébként sok helyen, tehát azért most már ez a szállás kérdés... Szerintem trippel. Ja, ne, annyira ez a szállás kérdés nem gáz, szóval sok helyen meg lehet szállni, úgyhogy... Jövök szembe, Fefe. És annyira szó kell megtölteni? Fermentált konyak? Itt az Zorinak. Még ilyen a próbát. Ha Zoli jössz ide, akkor hozzám. De hol van? Igen. Mondjuk a másik végén a fődnek. Anti mögötted Fefének a telepén. Itt lehet az a kék tartályból. Egy még Goxit is el kell vinned, kész. Köszi, de itt van a kamion majd, hogyha majd... Zoli, neked van elég? Oké, hát csukjam be? Te fel szalmat, hozzád vigyük? Jó, ja, tegyétek be a pallákba. Ki fogyom? Okay. Igen. Na, irány haza. Na, és akkor a piros kompánia részeként fölveszik a kis piros MF trakeszt, meg a piros szórót hozzá, aztán megszólik a, nem tudom, azt hiszem a 15-14-et kell talán mészel. Ha jól emlékszem. Négyes meg, mint a gyomírt hozni kéne majd. Hapci már csinálja. Akkor nem szóltam. A jó öreg vadot lerakjuk pihenőbe. De valami nem kerek, mert az előbb nekem a traktorom is úgy indult el, mint Majkának a kombány. Nekem csinálta azt, és többször visszaléptem meg. Most, hogy kidobott a játék, utána újra léptem, most jó volt. De csak a traktor, most a vegyszerező, amivel megyek, az rendesen. Nálam minden, nálam minden. Megfordult a pedáloknak az irányítása. Mézgyár már működik, van valahol méz. Igen. Zolina. Van nálam a silóba is. Akkor hát te közelebb vagy, akkor hozzád meg. Karasz, mit kell kérdezni, mi hol van? Egyik a fefelepelő. Kész. Na jó, mondja a csávó, aki lerakott magához mindent, tudod. Megnyújtogattam. Hello, Button Basher. Na, Doxi, van sofőröd? De jó neked, ennyi. Nem semmi. De lehet, hogy én is megfűzöm az öcsémet. Hát... a sörözés szempontjából mindenképpen megéri, mert akkor az ember legalább egy-két sört meg tud inni. A más vezet.
Hogy is legutóbb, mikor én vittem valahova, ő is sörözött, én vezettem. Hát akkor most fordítva lesz. Na, felfele rakta egy BG-t? Na. Igen. Na, jó. Jó az a BG, csak mindent is. Na, várjál. Na most kifogyott? Nekem, ja, izékkel mész. Mehet ide a komposztálokba, a föntiekbe a szalma, igaz? Mehet az enyémébe is. Pallárdban. Na már megint. Verekednek, hogy mit hova. Végig megyek, te fűríts ki. Nincsen olyan parancs, hogy felkiáltul a map, de a North Freeze Mars V2.2-esen játszunk. Már lehet lassan be kéne raktam egy ilyen felkiáltója mapos parancsot, és már annyian kérdezik, hogy melyik mapon játszunk. Ja, mész Pegykabácsékhoz? Ennyi. Na, hát akkor... Messzezés után mi lesz, nem tudom. Annyira előre nem terveztem, most azon gondolkozok, hogy a 14-en kezdek, de miért csúszkál az a izé? Még szórás mindenképp meg kell csinálnunk, úgyhogy utána, hogy mit csinálunk, azt még nem tudom majd. Lehet, hogy elkezdünk vetni valahova valamit. Menjünk a 19-re? Ja, nyomjuk le. Az a helyzet, László, azon gondolkoztam, lehet, hogy Button Basher az nem. Mondjál föl! Nem magyar. Nem, hát Tibi, nem bírja a klassz. 16-osra is kell, Sanyi? 16-os. Más a hamsterem, Majka. Jó kifogásos erre. De ide ezért 17-esre vagy 1-esre, vagy nem tudom, hány szóra vissza. Egyébként nem azért mondom, de lehet, hogy ez a izé... Kérítem a kamion. Lehet, hogy ez a négykerék meghajtásos mód beszél bele, mert okay, nekem ez most... Szívesen. Olyat csinál a traktor, amit nem össze-vissza csúszkál, pedig ez eddig nem csúszkált. Mit tudom, ezt a malomba vigyem a hírség. Hát ha befogadja, akkor oda. Hello Button. Hírsot azt hiszem fogadja. Welcome. Igen, már az a tönköly, nem? Nem az a tönköly? De azt hiszem, igen. We play now on North Freeze Marsh version 2.2. Mert... Mert én először a billentyűzet, hogy a játékvezérlő kiosztáson agyatam, azt úgy se csinált azt, amit kellett volna. Nem mondom nekem be, ezért... Nem, szerintem én böngésztem mindjárt a mai modokat, amit dobtam be. Azt akkor... Szerintem volt egy közöttük, ami bekevert. Azt nem tudom lehet. De nekem eddig nem csúszkált az MF track, ez úgy nem tudom mi. Vagy rámentem a izére, a szétszórt cuccra, aztán azon csúszkált, nem tudom. Á, mert ezek zöld, úgyhogy nincs benne hiba.
volt már nem egy zöld mod, ami ki lett véve, mert végül rossz volt. Nem fogadja a hírsét a marom. Zoli, jössz tölteni? Igen, csak töltöm a tartályt. Oké. Meg át kellett konfiznom a pót... a... pót... a... na... a pótkodnak a kerekét, mert nem volt. Én úgy látom, hogy a hírsét talán a vetőmag készítő. Microphone muted. Thank you, button the following. Yes, this is a very good map. But in single player it's very hard. So we have a big team on this map, so our team can work really hard, but if you alone it's very hard. It's a lot of factories in this map, big fields and other stuff. Microphone sound resumed. Yes, our okay. Team is very, very great. On the yeah, yo. Ők a végén. Látom. Oké, rendben. Igen, nem azért mondom, de nekem ez a fermentál csúszik, mint állat, vagy én nem tudom. Az csúszik amúgy. Hát ennyire? Na, jön Márkis. Hát, most finoman szóval egy szarlé, magyarul. Jó, hát azt vágom, de akkor is. Egy finom réteg van rajta a földön. Igen. Azért csúszik. Hát jó, csak alig meg egyenesen menni. Hát ez már az összes szigit elszíja. Már, majd már ment a boltba a cigéért. Márk nem föl, most jön föl Márk. Ideig ezt csinálta. Becsődő dohánygyár. A nemzeti trafik. Ja. Hát ezt nem izé szív ilyen e-cigit vagy mit? Jó, olyan cigit. Rendes cigit? Nem. Nem. Vagy munkás. Rendes cigit. Munkás, azt. Munkást. Munkást. Vagy kosudott, nem? Vagy fecskét? Azt. Azért nincs egy pecskás sem, mert azt szívja, mi? Valaki ígérte neki tegnap a csizmát, nem? Nem te voltál, Sanya? Vagy Gyusza bátya, valaki ígérte neki tegnap a csizmát, nem? Hát a... Micsoda? Valaki mondta, hogy főbíztatja a fefét. A Tibi volt. Ja, Tibi? Mi csizma? Yes, button, but there are too many factories on this map for one person, so you need one team. Csak aztán elfelejtettem, Michael. User joined your channel. Ha még most időben van, akkor mondjad, miről van szó. Hát már régen jött a tesz játszani, azt gondoltam, szólok, hogy kapjon egy kis csizmát, vagy valami. Ennyi. Ja. Halló. Halló, hallunk. Na jó van akkor. Már kicsit öreges a hangod, nem? Megöregettél már. Rendesen, hány idő alatt. Kapod te piros gumicsizmát, az beöregedett, hallod. Na jó van, megyek vissza. Azt mondják, a fiúk lassan neked, érik. Azaz. Na tesz majd télapóra kap, pirossat? Azaz, ja.
Nem nagyon teltek, Fefe. Hát a szaru adja. Elég gyenge, jó. Hát igen, itt a szaros földön egy kicsit el lehet driftelni a izéval. Traktorral hallott, kapar rendesen. Csúszik, mint a szar. Hát igen. De nem baj, most már le lesz akkor szórva, úgyhogy ha vetünk rá, akkor megvan a második trágyázás is, úgyhogy ennyi. Meg azért, hogy szerintem rosszabbul, mert csak egyszer volt trágyázva, jól látom, mert világos kék. Citromsárga, de már mindegy. Mi szóra, hogy ilyen utána az csúszkál. Na hát ennyi volt az első adag mész. Megyünk a Feféhez a többiért. Most akkor nem Fefe a messzes, hanem te. Hát mind a fenten on... én megyek, mint a messzes, a Fefe a messzes. És most csúszkálsz, mint a Tibi. Na, sziasztok! Szevasz, ja, Márk! Szia! Ja. 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 Nézd meg, Márk a műszak végére azért csak ideért. Ahogy Karom bácsi beköszönné a live-ban. Menjünk a 16-ra, Sándor? Igen. Jó, akkor mit? Feltöltöm is, úgy megyek. Mit csináljak? Mit tegyek? Hát segíts a fiúknak valahol. Bele tudunk kiraboljuk Fefét. Hát épp azért megyek oda. Na, majd megyek hozzá, Sanyi. Kioldok onnan minden. Onnan, amit kihordasz, az kiebb lehet. Egyik helyről áthordjátok a másikra. Hát ott nincs semmi, mi? Hát szerintem nincs. Nem sok minden. Esetleg Márkot hordhatná nekünk a rágyalőtt fermentáltat. Akkor azt, de... Mert Zoli úgyis úgyse fog érkezni. Hoppá! Úgyis sem mindjárt átesz aztán. Tuning, itt vagyok! Melyik az apukám? Nem vagy azt kell. Nem vagy azt a kettelhord, de... Fönn, jobb sarok. Szia, tizenkét. Ez a savi... Savmil. Igen, az kalasztanya fönn. Igen, igen, ott. Tízes földön, Márk. És mellette a 11-es, ahol... 11-es, ja, az a tietek. Vagyis a miénk, Tibi. Így van. Vissza megyek. Nem találom a kamiont. Hát azt nem tudom, hogy az hol van. Sanyi driftel a John Deere-ra. Nektek is csúszka? Igen. Na. Tudtommal nektek kamion nincsen. Nincsen. Mert az azt mondta, nem kell neki kamion. Így van. Karom, mikor lesz ETS? Most hagyd be ezeket a dolgokat, mert a Karom bácsi kisül mindjárt. Nem páros tudom. Lábbal kirúg. Nem tudom mikor lesz, majd valamikor. Bár előbb ATS-nek kéne lennie, mert... Azaz, ATS, na, ezt miért nem ezt kérdezted? Arról volt a... Hát, az E meg az A, az ugyanolyan. Nem. Ja. Nálunk nem. Na ja, nem szórjuk a izét, ahogy is a letyót. Pedig... Fölébredtél az? Fölébredtem, hogy töltöttem a gyereknek, ami hiányzott. Mit csináltál eddig? Aludtál? Meg pippantottál, gondolom, kettővel. Na. Ezt most megcáfolja Márk. Márk egy kórát kapszol, mondod, hogy igen.
Ha igen, mondsz, akkor neked véged van, mint a dolgokban. Hova viszett Tibi? Csatéhez. Nem tud dönteni szegény. Nagy le a buszba? Két kóla. Én ide viszem a komposztálóba. Ne dőljél be mindenkinek. Mi? Inkább, ne dőljél be mindenkinek, Márk. Miért nem rakunk be nagyobb mészszórót? Te még ennél is nagyobbat? Hát ez is valami 36 méter szóró, hogy mennyit. Elfogyott a kamion. Fogyott a kamion? Nem baj ez. Kámet felmentátot kell utánpótlani. Igen, utánpótlani felmentát? Hát fogod azt tanottan, ha ez egy kis pótkocsi, azt húzogatod, ott van-e bent a tanyán. Akaron? Nem akaron van a tanyán, hanem ha ez a pótkocsi van bent a tanyán, és ott van a kis pótkocsi, ott a marháknál fogod, és akkor azzal futkározol felmentálva. Az a 10 000 literesre, mi? Nem, azzal a 25 000 literesre. Ez most két értelmű volt, hogy a marháknál van. Ott van a marháknál. De van szerintem, valahol láttam egy 100 000-es pótot, a régi fajtát. Itt ha valahol. Azt hiszem talán pont a, ja ott a ifás csávónál pihen a tó fenekén a izé tartály. Volt tó fenekén? Igen. Az az új garázsa. Nem tó fenekén. Úgy tudok csak szedni vizet. Mi van? Kis troll, mit csinálsz te itt? Figyelj! Gyere utánam. Ezzel traktorra mész most, jó? Gyere, fussál utánam. Gyere, fussál utána. Szedd a lábadat, ne kötök a részé nekem. Gyerekek, kiöntötte oda a szalmát a izébe, a bejárathoz. Mindegy, majd össze lesz szedve. Na itt a kis pótkocsi szépen már. Na mindjárt megmutatom. Szor hozzá, várják. A víz, mindjárt kiürítsek a vizet, okay. Aztán viheted a izének a fermentát, jó? Utánam, gyere, gyorsan. Csak előbb mutasd meg, hol van a fermentát. Fermentál hol van? Mindjárt megmutatom, Fefe bácsinál. Hát a... Jaj, jössz ide hozzám. Egész napon két helyen találsz dolgokat, a egyik a ifás csávónál, a másik a Fefénél, úgyhogy sehol máshol nincs semmi. Nálam az ifásávóra semmi sincs, csak minden nálam van. Oké. Okay. Most legalább megtanulod, hogy hova kell menni, te futsz utánam most. Leengedem és futsz utánam. Tréninget tartasz, Apesz? Persze. Hát itt tanulja meg, hogy hova kell menni, érte. Még lesz nektek 25 000 liter, az pont egy izé tank, nem? Vagy mennyi? Belefér, Majka. Na mindegy, az is valami a 25. Belefér, Majka. Bele. Oké. Okay. Na, hát... Másik földön nincs? Nincs. Hát ennyi mész ide nem lesz elég, úgyhogy kelleni fog még. Itt maradjál, mindjárt jövök, pillanat. Hol jártam? Ennyi volt? Igen. Hát ez üres.
nem jártam, és tudom mi az. Hú, Zoli, veszélyes. Szia, Dajszor, jó éjszakát, hello, hello. Gyere már, Fesztel, akkor fuss se utálom, jó? Hát, bárint én arra nem jártam, úgyhogy... Nem tudom, hogy merre van. Na, hát egy 2-3 körből ez gyere, nem van. Gyere, fuss se utánam, akkor már gyere. Gyere, megmutatom, honnan kell hordani a fermentált, gyere. Nyomjad neki, sprintelj. Százon, százot tudsál. Sprintelek. Hello, Dani, hello. Gyere. Hát az elfogyott, viszont van egy csomó toásunk, úgyhogy... Meg egy kis tömbös sajt is akad a hűtőmélyén. Ha gondolod. Akkor majd a... A 16-os földre kell vinni. Gyere, fussá, ne gyalogolja. Mellé, a 15-ös mellé. Igen, családi házban. Okay. 16-os földre kell vinni a fermentált, jó? Gyere. Jó. Befe a kék izé tartályokban vannak? Igen. Jó. Na, szóval megy, de jó. Gyere, ne ugrágass, gyere, fussa. Futok. De a traktor azok gyorsak. Lesz a traktor is. Ide értem. Trakiba. Nyomsz egy R-betűt. Nyomsz egy R-betűt és fermentál. Mm-hmm. Indítás. Na a gyerekeket... Tudják segíteni, szórni. Megy. Cseten értelmesen viselkedik. Persze. Nézzed meg, apu, hogy ott van, hogy Márk név alatt. Látom, telik, jó. Menjek segíteni fermentáltat szórni, vagy komposztot? Na, tudom. Hát 19-es sem mindjárt végzett. 19-est is lehet, úgy látom. De komposztozni már a kocsi van. Még a 16-osra szerintem. Ha mindjárt megyek a lábában. Már szántam a... 15-öst. Jövök. Na, meg befejeztem a mészszórást. Elég is volt egyelőre a mészszórásból. Annyi messzet kiszórtam, mint állat. Ide ott a 16-os föld. Nem megyek szántani. Úgy. Arra. Na, gyerekek, cseten fejezzük már be a hülyeséget. Úgy elütöm a gyalogost. Majd aki szól már fönnök, majd adjál ügyét, fermentált odaállsz, és akkor... Antihoz adom. És akkor pippantanak belőled.
Nem a... kell a... adnod a Sanyinak. Hallod, Márk? Felszcsávonak, fordulj meg, ott van a túlsó. Ó, igen, látom. Sanyi... Sanyi... Kell még van? Ad... kell... adnod. Őszkerekes. Milyen őz? Ősz. Ja, őszkerekes. Ide ugyanis lett. Így, mint a Dirt Rally-ban beindul azt. Na, gyerekek, mindenki nyugodjon le a cseten. Aztán jó lesz. Vagy ha nem, akkor nagyon rossz lesz, hogy mindenkit kibalol. Azt akkor nyugalom lesz. Na, Fefének elhasználtuk a tiszta vizét. Mehetünk. Jönni kell, Sanyi bácsi. Gyere, csak gyere. Antti, jövök. Jó. Hol vagy? Itt szembe, csak gyere egyenes. Oké. Látlak. Jó, állj meg. Kiborul a Billy, ha debil a buli. Ez jó. Lát. Egyébként ott van László, úgyhogy ha úgy érzi, hogy rendet kell rakni, akkor kioszt egy pár perces bant mindenkinek, aztán sítsút lesz. De most már úgyis még leparkolom a felszerelést, aztán mára megdugodhatnak a kedélyek, mert hamarosan véget ér a stream. Aztán holnap majd a PV-n folytatjuk a tevékenységeket. Kicsit kikotoljuk majd a tavacskának az alját, ha engedi a D11-es bulldozerrel. Ott is még lerakunk egy pár új gyárat majd a PV-n. Nem tudom, aztán elméletek valamikor Kriszti néniek is jönnek majd a PV-re, mert már azt mondogatják, hogy lassacskán jönnek ők is majd. De hogy egészen pontosan mikor, azt még nem tudom. Te traktorod, de tessék! Na. Felfejezetek, ami alól, ugye? Igen. Ez olyan, mint az őszkerekes, hogy így Dirt Rally-ban, így őszkerekkel megy. Úgy, őszkerék. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm a mai közös játékot. Holnap akkor találkozunk, addig is sziasztok. Hello! Hello! Hello. Na, már annyira lett volna a farming. Holnap lesz, igen, 6 órakor ugyanígy Pleasant Valley mapon leszünk, és... 6-tól 9-ig, úgyhogy várok mindenkit. Aki szeretne kicsit itt lenni és megnézni azt a mapot, hogy merre haladunk, mit tudunk csinálni. Na, nagyon szépen köszönöm mindenkinek a követéseket, nagyon szépen köszönöm a donation-t is, most már 55%-on vagyunk, még 10 nap van hátra, de szépen megy felfele. Úgyhogy srácok, jó itt mindenkinek, holnap találkozunk, addig is szevasztok, hello, sziasztok! Jó hét mindenkinek, ciao. Tonight, we will fly above.
Protect your soul.